18. ének. Odysseus és Írosz ökölharca. Koldus jött közibük, ki a nép közt járt, Itakában koldulgatva a városon át, és kapzsi hasával tűnt ki. Csak enni meg inni akart örökös szakadatlan. Nem volt izmos erős, de a termete szemre magas volt. Árnájosz, legalább így hívta az anyja az úrnő már születésétől, de az ifjak mind csak eképpen, Írosz, mert hordozta a hírt, ha ki küldte közülük, Jöcs el akarta saját házából üzni Odysseust, és vele csúfolkodva ilyen szárnyas szavakat szólt. Menj ki, öreg, mert még lábadnál fogva kihúzunk. Nem veszed észre, az ifjak mind hunyorítanak én rám, hogy vonszoljalak innét, el csak fékez a szégyen. Hát takarodj, mielőtt a kezünk is kezd civakodni. Görbén fölfelé nézve felelt leleményes Odysseus. Rettentő ember, nem bánt tettem se, szavam se, s még ha sokat kapsz is mástól, bizony én nem irigylem, mert e küszöbb megbír kettőnket is, így irigyelne tőlem a másét kár. Hisz kóbor kéregető vagy, látom, mint magam is, jótán a nagy istenek adnak, és birkózásra ne buzdíts ennyire, föl ne dühítsél, mert noha vén vagyok én, véredbe megáztatom ajkad és kebeled, és azután legalább majd több nyugalom vár holnap rám, mert úgy hiszem én, te se lépsz ezután már terme ölébe megint Laertiadész Odysseusnak. Fölfortyanva eképpen szólt most Írosz a koldus. Jaj, ez a morzsaleső szónok, hogy pergeti nyelvét, mint egy anyó a kemence előtt. Két kézzel ütöm meg, s akkor rosszul jár, valamennyi fogát kiverem még, mint egy disznónak. A földön dúl a vetésben. Gyürkőz hát, hadd lássák itt ezek is viadalmát kettőnknek, de az ifjabbal hogy is állsz ki csatára? Ők a simára csiszolt küszöbön magas ajtószárnyak alján ketten egész mérgükkel ekép fenekedtek. Antinaosz meg uszítva is őket szent erejével fölnevetett édes hangon, s a legények közt szólt. Kedveseim, soha meg nem esett a teremben ilyesmi, mint amilyen gyönyörű látványt most rendez az Isten. Mert ez a hím Íris meg a vendég kézitusára hívja ki egymást, hát ugrassuk is össze azonnal, mondta. Föl is pattant nevetéssel mind a helyéről, és ama két toprongyos koldust mind körülállták. Eupeitész fia Antinós szólt köztük eképpen. Hős kérők, mondok valamit, hallgassatok én rám. Ott a tűzön kecskék bendője rotyog, vacsoránkhoz tettük föl, vérrel, hájjal duzzasztva dagatra. Hát amelyik most győz, s derekabb leszen ebben a harcban, lépjen a bendőkhöz, s vigye azt, amelyik neki tetszik. És ezután köztünk lakomázzék mindig. E házba kívül a kéregető koldus közibjénk ne kerüljön. Így szólt Antinosz, s mindnek tetszett a beszéde. Cselt szöveget befelelte neki leleményes Odysseus. Kedveseim, sose jó, ha az ifjabbal viadalra száll az öreg, kit az inség megtört, mégis a gyomrom késztet rá a gonosz, hogy tűrjem az ütlegelést is. Rajta azonban erős esküt tegyetek nekem itt mind. Senki se kedvez majd Írosznak, rám a kezével egyiktek sem sújt, hogy ilyennek alája igázzon. Szólt, s azok esküdtek mind úgy, ahogy ő követelte. És hogy az esküt már megtették és befejezték, ismét Télemakhoz szólt köztük szent erejével. Jó idegem, ha szíved sős lelked is ösztönöz arra, hogy vele megmérkőz, sose félj te a többi akhájtól, mert többekkel kell majd annak vívni ki rácsap. Én vagyok itt vendéglátó, s velem értsenek egyet Antinosz, s vele Eurymachhoz két bölcsesű bajnok. Így szólt, s a szavát helyeselték mind. De Odysseus rossz rongyát lágyékig gyűrte, mutatta a combját, szép, nagy volt, és széles válla is ekkor előtűnt, s melle meg izmos jó két karjas, eközben Athéné jó közel állt mellé, s nagy erőt öntött a királyba. Ekkor a kérők mind bámultak erősen a dolgom.
s volt, aki így szólt köztük a szomszédjára tekintve, lám maga hívta baját, sose lesz hím Íris az Írosz, rongyai közt nézzétek csak combját az öregnek. Így szóltak, s remegett Írosznak rútul a lelke. Csak hogy a szolgák őt felövezték mégis erővel, bárhogy félt, minden tagján remegett is az izma. Antinosz korholt a nevén szólít, a kimondta, jobb lett volna neked szájhős, sose jönni világra, hogyha remegsz, s a ilyen rettentőn félsz az öregtől, kit pedig ínség is megtört már vénkora mellett. Én mondom neked, s így megy majd teljesedésbe, hogyha ez itt most győz, s derekabb leszen ebben a harcban, barna hajóba dobatlak, száraz földre vitetlek majd Ekétoszhoz, az emberkínzó szörnyű királyhoz. Ő füled és orrod gonosz érccel vágja le tüstént, s tépi szemérmedet is ki, ebeknek nyersen ebédül. Szólt, mire még jobban remegett az minden ízében. Vitték végre középre. Kezét kivetette a kettő. Ekkor töprengett a sokat tűrt bajnok Odüsszeusz, sújtson-e rá, hogy amint elesik, kiszaladjon a lelke, vagy szelídebben csak, hogy végig nyúljon a földön. Töprengett, és azután ezt látta a leghelyesebbnek, csak szelíden csap rá, nehogy egy is sejtse kiharcol. Karjuk emelték, s őt Írosz jobb vállon ütötte, ő meg a fül mellett sújtott a nyakára. Bezúzta csontjait, s Írosz száján kiszökött a vörös vér, hult le a porba, fölordított, s a fogát csikorítva lábaival rugdalt, de a kérők kart fölemelve majd meghaltak a nagy nevetéstől. Közben Odüsszeusz lábainál vonszolta ki őt a kapun, ki a tornász hosszában, s odaültetvén udvar kerítése mellé jól odatámasztotta, kezébe botot tett, és őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Itt ülj, disznókacs ebeket tarts messze magadtól, és sose vágy ura lenni a koldusnak s idegennek, így nyomorult létedre. Nehogy több bajba harap még. Mondtas azonnal válra vetette a csúnya tarisznyát, foltos hosszladozót, madzagolt rajta a kantár, s visszakerült a küszöbre, leült. Oda bent meg a kérők édes nagy nevetéssel eképpen szólva fogadták. Jó idegen, Zeus adja neked meg a többi nagyisten azt, mire legjobban vágyol, mi betölti a lelked. Megszüntetted a szemtelen ember kéregetését községünkben, a szárazföldre vitetjük azonnal őt, Ekétoszhoz, az emberkínzó szörnyű királyhoz. Így szóltak. Megörült az igének a bajnok Odüsszeusz. Antinosz maga nyújtott át neki jó telibendőt, mely vértől, hájtól duzzadt volt. Amfinomosz meg két kenyeret kiemelt a kosárból, tette elébe, és aranyos serleggel rája köszöntve ekképp szólt. Üdvözl légy, vendég, atyus, és legalább a jövőben légy boldog, mert most látom, sok bajba merültél. Válaszul erre ekképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Amfinomosz, nekem úgy tűnik, hogy egészen eszes vagy. Édesapád is olyan, hallottam nagyszerű hírét, mély nemes és tehetős is Nissos Dulikionban. Mondják, ő nemzett. S úgy látom, jó akaró vagy. Éppen ezért mondom, s te figyelve jegyezd meg a szómat, nem táplál ez a föld gyarlóbbat az emberi nemnél. Semmilyen élőt, mely lélegzik, s mászik a földön, nem hiszi, hogy valamely baj is érheti még a jövőben, míg a nagyistenek áldják, s míg mozgatja a térdét, ám ha a boldog olimposziak már bajba borítják, bár nem akarva, de tűrő szívvel hordja a sorsát. Mert aszerint fordul lelkében a földi halandó, hogy neki mi napot ad Zeus, emberek istene kapja. Úgy látszott, egykor boldog leszek én is a földön. Sok gonoszat cselekedtem, mert engedtem erőmnek, s bíztam védelmében a bátyáimnak, apámnak. Éppen ezért ember soha meg ne gyalázza a törvényt, és békén élvezze, amit csak az istenek adnak. Látom, a kérők mennyi gonosz dolgot cselekesznek, pusztítják vagyonát, s feleségét is megalázzák annak a férfiúnak, ki sokáig a drága hazától, azt mondom, nem időzik messze, közel van.
az Isten küldjön hát haza téged, hogy vele itt ne találkozz majd, ha hazájának szeretett földjére jut újra. Mert bizony azt hiszem én, nem esik vér nélkül a döntés köztes a kérők közt, mikor ő a terembe betoppan. Így szólt, és áldozva kiitta az édes ízű bort, s vissza a serleget adta kezébe a népek urának. S az ment végig a termen megszeppenve szívében, megmegrázva fejét, mert már sejtette a romlást. S még így se került el ő a halált. Lenyűgözte őt is Athéné, s Telemachosz kelevéze leverte, s honnan előbb fölkelt, le is ült ismét a maszékre. S most az eszébe vetette bagoly szemű Pallas Athéné, Ikariosz lányának, okosszívű Pénelopénak, lépjen elébe a kérőknek, hogy azok szíve jobban táruljon, s hogy a férje előtt, szeretett fiúsarja szíve előtt maga váljék tüstént még becsesebbé. Könnyű futó nevetéssel szólt, szót szólva kimondta, Eurynomé, vágyik rá a lelkem, mint soha eddig, hogy lépjek ki a kérőkhöz, noha gyűlölöm őket, szólnék szót a fiammal is ott, ami őneki hasznos, hogy ne vegyüljön olyan hosszan döjfös seregükbe, mert szépen szólnak, de titokban rosszat akarnak. Eurynomé gazdasszony eképpen mondta a választ, így van gyermekem, ezt úgy mondtad, mint ahogy illik. Menj a fiathoz, szólj, sose titkolj semmit előle. Tested most megelőbb, és kentbe kenettel az arcod, könybe merült mindkét orcád, közibük nehogy így lépj, hisz rossz mérték nélkül örökké csak keseregni. Már fiad is felnőtt, akiért annyit könyörögtél istereinkhez, hogy pejhedzeni lásd a szakállát. Válaszul így szólt most az okos szívű Penelopeia. Eurynomé, noha gondos vagy, ne akart, hogy a testem most lefürösszem és megkenekedjen fényes olajjal, mert hiszen elvették az olimposzi istenek immár szépségem, miután amaz elment körbehajókkal. Inkább küld ide Autonoét, s vele Hippodameiát, hogy kísérjenek el, ha belépek a férfi terembe, mert hiszen én egyedül szégyelnék lépni közéjük. Így szólt, és az anyó indult, ment végig a termen, hogy hírt adjon a nőknek, azonnal küldje be őket. Ekkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné, Ikariosz lányára lehintett mézizű álmot. Szunnyat hátrahajolva elernyett minden ízében támlás karszékén, s neki közben az isteni asszony szent adományt nyújtott, hadd bámulják az akhályok. Isteni szépséggel szép arcát mosta először, azzal, amit kenetül használ koszorús kütereja, míg Káriszok vágyköltögető körtáncaihoz kél. Szemre sudárabbá, steltebbé tette azonnal, és testét faragott elefántcsontnál ragyogóbbá. Majd művét befejezve el is ment onnan Athéné. S jöttek a hókarú szolgaleányok a férfi teremből lármásan, s eleresztvén ekkor a mézizű álom Pénelopét szólt ő dörzsölve kezével az arcát. Ó, mi lágy szender borított be szegény nyomorultat! Bár a halált adná ilyen enyhén Artemis úrnő, most rögtön, hogy az életemet ne fogyasszam a lelkem sírásával, olyan sok erénye után epedezve drága uramnak, akhályok közt, aki legderekabb volt. Szólt, s ragyogó felső terméből szállt le a lépcsőn. Nem maga ment egyedül, két szolgaleánya követte. És amidőn kérőjéhez ért le az isteni asszony, gondos művű tető pillére tövébe megállott, s arca elé csillámló fátylát vont a kezével. Szorgos szolgaleány állt mindkét oldala mellé. Térdük is oldódott, vágy vont a varázsba a lelkük, mindből kért a fohász, hogy mellé ágyba feküdjék. Ő meg eképp szólt Telemachoszhoz, drága fiához. Telemachosz, sem eszed, sem a szíved nincs a helyén már. Még kicsi voltál, több leleményű volt a te elméd.
Most, amikor fölserdültél, és termeted is nagy és tehetős ember sarjának mondana bárki, hogyha reád néz és látja, milyen daliás alakú vagy, most mégsem teszi azt, ami kell, sem eszed, sem a szíved. Mert az imént is lám, mi esett meg a termed ölében, hagytad a vendéget megcsúfoltatni eképpen. Hát mi leszen, ha a vendég, míg itt ül palotánkban, bántalmat szenved, mert így kínozva cipálják, téged fognak az emberek ócsárolni, gyalázni. Erre a jóeszű Telemakosz neki válaszul így szólt. Édesanyám, nem bánt, hogy ezért most megharagudtál. Felfogom én, tudd meg, s értem lelkemben, amit kell, s hogy mi a jó, mi a rossz. Hisz gyermek voltam idáig, bár lehet, így se tudok mindent okosan megítélni, mert ez a sok körülöttem ülő mind megzavar engem, mind gonoszat gondol, s nem akad soha senki segítőm. Lám, Írosz, meg az ő viadalma amúgy sem a kérők óhajtása szerint fordult. Ő lett az erősebb. Bárcsak Zeus atya Pallas Athéné meg Apollón adná, hogy horgadna le így palotánkban a kérők vert feje, s egyik az udvarban, más bent a teremben tengene, minden tagjában törten valamennyi, mint ez az Írosz most, aki ott ül az udvari ajtó mellett, s a fejét ingatja akárcsak a részeg, és fölkelni se tud, se megállani, sem hazamenni arra, hol otthona van, mert megroskadt kezelába. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek. Eurymachosz pedig így szólt ekkor Pénelopéhoz. Ikáriosz lánysarja, okosszívű Pénelopeia, hogyha Jászoszi Argosz ölében az összes akhái látna, bizony még több kérőd lakomázna a házban már korahajnaltól, mert szebb vagy, mint valamennyi asszony, szép, delitermetű, s elmédben okos vagy. Válaszul így szólt erre okos szívű Pénelopeia. Eurymachosz, delitermetem és alakom s nemes elmém elvették a haláltalan istenek, Ilion ellen, hogy kivonultak az argosziok, és Odysseus is a férjem. Hogyha megérkeznék, s ő óvná életem újra, akkor a hírem szebb is lenne, nagyobb is ezentúl. Így csak gyötrődöm, mivel Isten bajba borított. Emlékszem, mikor ő tovaszált, és elhagyta hazáját, jobb kezemet csuklónál fogva ilyen szavakat szólt. Nem hiszem én, feleségem, hogy hazatér valamennyi jólábvértes akháj sértetlen a trójai síkról. Mert mondják, hogy a trójai férfiak értik a harcot szintén, és remek ífeszítők, deli dárdahajítók jól hágnak föl a száguldó szekerekre, amelyek gyorsan döntik el ütközetét a közös viadalnak. És nem tudom így, hazajutta te Isten, vagy pedig ottan Trója alatt esem el, de te itt mindenre vigyázz majd. Gondolj édesapámra, anyámra a házam ölében úgy, mint most, vagy még jobban, még távol időzöm. És mikor azt látod, hogy pejhesedik fiad áll a menny, akihez kívánsz feleségül, hagyd el a házad. Így szólt ő, s most már ez megy mind teljesedésbe. Eljön az éj, és hozzám nyomorulthoz a gyűlöletes nász jön vele, és boldogságomtól foszt meg a nagy Zeus. S még az a szörnyű kín is eléri a szívem, a lelkem, egykor a kérőknek más volt a szokásuk egészen. Kik kitűnő asszony, kik gazdag férfiú lányát kívántak megkérni, kik egymással vetekedtek, hoztak azok barmot maguk, és sok nagyszerű birkát, hogy lakomát készítse, s fényes ajándékot adtak, és nem a más vagyonát ették bosszulatlan örökké. Így szólt, és megörült a sokat tűrt isteni férfi, hogy kincset szerez asszonya tőlük, bűvöli mézes szóval a lelkük mind, de a szándék más a szívében. Eupeitész fia Antinós szólt Pénelopéhoz. Ikáriosz lánysarja, okosszívű Pénelopeia, mit neked adni akarna akármely akháj, ama kincset vedd át mind, az ajándékot megvetni nem illik. Ám de mi nem sietünk dolgunkra, sem máshova innen, míg nem jössz feleségül a legderekabbik akhájhoz. Így szólt Antinós, s a szavát helyeselte a többi, és az ajándékért híradót küldött valamennyi.
Antinóoszhoz a hírnök szép nagy tarka palástal tért meg. Csatja 12 volt, mint színaranyból, s jól illettek a jól hajtott kampókba a csattok. Eurymachoszhoz drága aranyból, mesteri lánccal, benne borostyánnal ragyogott napként az az ékszer. S fülbevalót hoztak be a szolgák Eurydamászhoz, szép kicsiszolt három köveset, sugaras ragyogásút. Büszke Polyktoridés Peisandros szolgalegénye nyakra való gyönyörű ékszerrel tért meg urához. S más-más szép kincset hozatott oda minden akháj hős. S ezután termébe vonult föl az isteni asszony, gazdag ajándékokkal eredtek utána a lányok. Ők pedig ekkor a tánchoz, a vágykeltő daloláshoz fordulván vigadoztak, ekképp várták be az estét. És a sötét est őket még mulatozva találta. Három lángtartót állítva a férfi terembe, hogy nagy fénye legyen, körül is rakták fahasábbal, mely mind száraz volt, és frissen hasogatta a fejsze, s közben fenyőfákját szúrtak, felváltva tüzeltek, tűrő lelkű Odüsszeusz szolgaleányai. Nékik ő maga szólt, Zeusztól sarjat leleményes Odüsszeusz. Szolgaleányai, rég tova tűnt Odüsszeusz uratoknak, menjetek, ottben már vár rátok a büszke királynő, orsótok, pergetve vidítsátok föl az úrnőt, üljetek ott köribé, kezetek gyapjút gyaratoljon. Én fogok itt számukra a tűzfényére figyelni, s várják bár be a szép trónszékű isteni hajnalt, akkor sem fárasztanak el, győzöm türelemmel. Szólt, hanem ők egymásra kacsintva nevettek a szóra. S rútul ráripakodva felelt széparcú Melantó, ez Doliosnak volt a leánya, de Pénelopeia, mint a saját lányát dajkáltas, adott örömére sok játékot. A lány sose búsult Pénelopéért, Eurymachosz karjában esett gyakran szerelembe. Hát ez volt, aki most Odüsszeuszt korholta keményen. Ej, nyomorult idegen, mit akarsz? Bizonyára bolond vagy. Kedved nincs a kovács műhelybe kerülni, aludni vagy fogadóba, de inkább itt szájjal szakadatlan, bátran a sok-sok férfi között, s nem retteg a lelked. Lám, az eszed megszállta a bor, vagy mindig ilyen volt, mint most, s eszkészted butaságokat összerocsogni, vagy tán örjönksz, mert íroszt leütötted a koldust? Gyorsan akadhat olyan ki erősebb, mint ez az írosz, izmos két kézzel koppant koponyádra bezúzza, és a saját véredbe keverve kiver palotánkból. Görbén fölfele nézve felelt leleményes Odüsszeusz. Várj, szuka! Elmegyek és elmondom Télemachosznak, mit mondasz, hogy szétvágjon darabokra azonnal. Ezt mondván Odüsszeusz szétrebbentette a nőket, szerte futottak a házban, minden tagjuk elernyet, úgy riadoztak, mert hitték, hogy igaz szavakat mond. Ő pedig ott ragyogott lobogó lángok közelében állt és nézte a többieket, míg szíve egyében töprengett, mi nem is lett később teljesületlen. Most sem hagyta Athéné, hogy szűnjék meg a kérők lélekemésztő ócsárlása, hatoljon a bántás még mélyebbre szívébe az isteni hős Odüsszeusznak. Eurymachosz, Polübösz fia kezdett szólani köztük, szurkálván Odüsszeuszt nevetést ébresztve körükben. Büszke királynő, sok kérője, figyelj a szavamra, hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem. Íme nem Isten nélkül jött ez az ember Odüsszeusz házához, mert hisz feje fénylik, akárcsak a fáklyák, mert nincs már egy szál haja sem letarolt koponyáján, mondta s a várdúló Odüsszeuszhoz azonnal ekképp szólt. Hát idegem, tán fölvennélek, mond beszegődnél szolgámnak szántom végébe. A béred elég lesz. Szedhetnéd a tövist, ültetnél fákat a földbe, esztendőre elég eledelt adnék neked akkor, és tested körébe köntöst, lábadra sarut is, csak hogy mást se tanultál, mint ami rút. Nem is óhajtsz nézni a munka után, inkább koldulni szeretnél, községben, könyörögve mohó hasadat teletömni.
Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Eurymakos, bárcsak vetekednénk ketten a fűben szép tavasz évadján, amikor megnyúlik a nappal, és kitűnő hajlású sarló volna kezemben és a tiédben is, így kísérelnők meg a munkát étlen egész estig, s körülöttünk volna elég fű. Vagy két jó ökröt, ha követnünk kéne ekével szép nagyokat, sejmes füveken hízott ragyogókat, egykorú egyerejű kettőt, sose lankadozókat. Négy holdas kerten, hol ekének a föld röge enged, meglátnád, mint vágnám végig a hosszú barázdát. Hogyha pedig Kronion hadakat támasztana még ma, és jó pajzsal a két kelevész kezeimbe kerülne, és a sisak tömör érce halántékomra simulna, látnál akkor az első közt csatazajba vegyülni, és csúfondáros hangon hasamat se csepülnéd. Jaj, benagyon dőfös vagy, az elméd mennyire áldáz, mi nagynak, behatalmasnak véled magadat már, mert kicsigyekkel akad dolgod, sohasem derekakkal. Hogyha Odüsszeusz megjönne, s hazaérne honába, széles az ajtó, itt de neked szűk lenne azonnal, míg nyílásán át sebesen kifele igyekeznél. Szólt, mire Eurymakosz szíve mélyén még dühösebb lett, s görbén fölfele nézve reál szárnyas szavakat szólott. Ellátom bajodat nyomorult, ha szaval szakadatlan, bátran a sok-sok férfi között, s nem retteg a lelked. Lám az eszed megszállta a bor, vagy mindig ilyen volt, mint most, s eszkésztett butaságokat összelocsogni, vagy tán örjönksz, mert íroszt, leütötted a koldust? Így szólt, és zsámolyt hajított oda. Csak hogy Odüsszeusz Dulikionbeli Amfinomosznak térde elé ült hirtelen, Eurymakosztól félve, s a töltögetőnek jobbját dobta meg így. Bongott, lezuhanva a kejhe, ő maga följajdulva hanyatlott hátra a porba. Erre az árnyas termek ölén zsivajogtak a kérők, s volt, aki így szólt köztük, a szomszédjára tekintve. Jaj, csak pusztult volna előbb el máshol a vándor, még mielőtt ideért. Nem okozna ilyen csatazajt most. Koldusokon civakodva vitázunk, és lakománknak édessége is elvész így, mert győz a silányság. Télemakhoz meg ekép szólt nékik szent erejével. Örjöngtök, ti veszettek, a sok borozás, lakomázás látszik lelketeken, valamely Isten dühösít fel. Ettetek, ittatok, indulhattok már lefeküdni, hogyha akarjátok, nem hajtok senkit el innen. Erre a kérők mind ajkukba haraptak, bámulták a fiút, hogy mennyire bátor a hangja. S Amfinomosz szólalt meg köztük szónoki szóval, Nisosz Aretiades bajnok ragyogó fiú sarja. Kedveseim, közülünk, ha igazságos szavakat hall, senki ne sértődjék meg, zokszót senki se ejtsen. Hát sose lögdössétek a vándort, más se a szolgák közt, kik az isteni hős Odüsszeusz házába sürögnek. Rajta! A töltögető járjon már körben a borral, hadd locsancsunk, és menjünk haza már lefeküdni. És ezt Odüsszeusz termében bízzuk Télemakoszra, mert hisz a vándor az ő kedves házába vetődött. Így szólt, s mindjüknek tetsző volt a beszéde. Jött hős Móliosz, és a vödörben a bort vegyítette. Amfinomosz szolgája Dulikionbeli hírnök, s töltött mindegyiküknek sorban. Az égi lakóknak áldozatot locsantva, a mézizű bort meg is itták, majd miután áldoztak, s ittak, amennyit akartak, akkor mind hazaindult már lepihenni lakába. 19. ének. Odüsszeusz és Pénelopé beszélgetése, a lábmosás. Ő pedig ott maradott a teremben, a fényes Odüsszeusz, kérők veszte felől nagy Athénával töprengve. S Télemakoszhoz azonnal ilyen szárnyas szavakat szólt. Télemakosz, hadifegyvereinket rakd be a házba, mindet,
A kérőkhöz meg szólj lágy hangú beszéddel, hogyha a fegyvereket kívánják, s kérdeni fognak. Eltettem, hogy a füst be ne fussa, hisz egy sem olyan már, mint Trójába menet, mikor itthon hagyta Odysseus. Megfeketült már mindje, ahol csak a láng lehe érte. És még mást is bevetett, komolyabbat, eszembe a Daimon. Még valahogy beborozva ne kezdjetek itt veszekedni, egymást megsebesítve, s a nőkérést, lakománkat elrútítva, a vas maga vonja magához az embert. Szólt, és Telemachhoz hajlott jó apja szavára, és odahívta Eszókkal a dajkát, Eurükleiát. Kedves anyó, tartsd vissza a termek ölében a nőket, hogy hálótermünkbe vihessem az édesapám szép fegyvereit, mert fényük fosztva a füst befutotta mindet, míg az apám oda volt. S én még kicsi voltam, most el akarnám tenni, ne érje a láng lehet többé. Eurükleia, a kedves dajka, felelte szavára. Drága fiam, bárcsak már bölcsen jutna eszedbe, hogy házadra magad gondolj, vagyonodra vigyázzál. Csak mondd meg, hordozni ki fogja előtted a fákját, hogyha előtted szolgaleány nem járhat a fénnyel. Erre a jó eszű Telemachosz neki válaszul így szólt. Itt ez a vándor, mert henyemód nem eszik kenyeremből senki se, bármi távolról is jött ide hozzánk. Így szólt, és az anyó szava szárnyatlan maradott már. Mind elzárta a kényelmes termekben az ajtót, s fölszökkentek ők, Odysseus, s ragyogó fiú sarja, pajzsot, köldököset, sisakot, sok jóhegyű dárdát mind hordtak kifelé, s lépdelve előttük Athéné vitt aranyos mécset, gyönyörűvé tette a fényét. Télemachosz meg az apjához most hirtelen így szólt. Kedves apám, mi szörnyű csodát látok szemeimmel. Lám a teremfalak itt körülünk, és valamennyi gerenda és a fenyődeszkák, fülkék, minden magas oszlop, mintha kigyulladt volna a házunk, oly ragyogásban tündököl itt. Hiszem, égből jött Isten van a házban. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Csönd, hallgasd el, amit gondolsz, és hagyd el a kérdést. Így szokták ezt isteneink az Olimposzon élők. Hát csak eredj lefeküdni, de én helyben maradok még, hogy fürkészem a szolgálókat, s édesanyádat. Ő pedig engem majd mindenről sírva kikérdez. Szólt, mire Telemachosz kifelé ment, végig a termen, fáklyák fénye között, hálója felé lefeküdni, hol szunnyadni szokott, ha elérte a mézizű álom. És ott most is lepihenve bevárta az isteni hajnalt. Ő pedig ott maradott a teremben, a fényes Odysseus kérők veszte felől nagy Athénával töprengve. S háló terméből jött jó eszű Pénelopeia, mint arany Afrodité, mint Artemis. Éppen olyan volt. Széket tettek a tűz mellé neki, mindig eszéken ült, mit körben ezüst ékített és elefántcsont. Ikmáliosz volt készítője, ki lába elé egy zsámolyt illesztett, mire nagy gyapjú takaró hult. Erre leült ezután az okos szívű Pénelopeia, s jöttek a hókarú szolgálók és a termek öléből, és vitték ki a sok kenyeret meg az asztalokat, mint s mind a kupát, melyből ott ittak a hegykelegények. Lángtartóikból szórták ki a földre az üszköt, s fényért és melegért fát raktak bőven a tűzre. Ekkor Odysseust másodszor megszitta Melantó. Ej, idegen, terhünkre, te még most éjjel is itt vagy, sürgődsz és forgódsz, sandítva a nőkre leselkedsz. Kotródj csak, nyomorult, érd már be a dús lakomával, vagy tüzes üszköt dobnak rád, és úgy takarodsz ki. Görbén fölfele nézve felelt leleményes Odysseus. Mondd, te gonosz, minek is ronsz rám dühös indulatoddal? Tán, mert nem ragyogok, mert rongyos rút a ruhám is, s kérem a községet koldulva. A kényszerűség hajt, ezt teszi mindég és mindenhol a koldus, a vándor. Volt egykor nekem is dúsházam a földi lakók közt. Gazdag voltam. A vándorlónak mindig is adtam, bárki került hozzám szükséget, akármivel látott.
Száma se volt szolgáimnak, volt mindenem akkor, hogy jól élhessek, s gazdag hírébe kerüljek. Ám de lesújtott Zeus Kronidész oka volt bizonyára. Hát te is arra vigyázz, te leány, még el ne veszítsed tündöklésed, amellyel elányok közt kimagaslasz, hogyha az úrnőd rád majd megharagudva neheztel, vagy hazatér Odysseus a reményre, hiszen van okunk még. Hogyha meg elpusztult, és nem tér már haza többé, itt van már fia, Telemakhosz, kit Phoibosz Apolló nagyra növelt, s most termeiben meglátja akármely nőnek gazságát, mert már nem olyan kicsi gyermek. Így szólt. Meghallotta okoszívű Pénelopeia, s szolga leányát Szitta ezért szót szólva kimondta. Szemtelen és pimasz ebb, nem titkolhattad előlem, mit műveltél, majd fejeden száradhat a véred, és tudnod kellett neked is, hallottad a számból, hogy kérdezni kívánom-e vándort itt a teremben, férjemről, miután súlyos gond terhe szakadt rám. És Eurynéméhoz, a gazdasszonyhoz azonnal ekép szólt. Eurynomé, hoz széket idébb, és tégy tetejébe lát gyapjúcs, üljön le a vándor, hallja a szómacs, mert sok mindenről kívánom kérdeni, szóljon. Erre meg Eurynomé odahozta sietve a széket, szép faragottat, és gyapjas bundát tett tetejébe. Arra leült azután a sokat tűrt isteni férfi. Köztük a szót így kezdte okos szívű Pénelopeia. Jó idegen, legelőbb én foglak kérdeni téged. Honnan jöztek, ki vagy, hol a városod és a szülőid? Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Úrnőm, ember nincs, aki téged széles a földön megszólhat, hisz a híred a tágterű égig is elhat, mint valamely istenfélő, jó hírű királyé, törvényt védve ki kormányozza erős birodalmát, nagy népét, s neki ott ad bőven a barna rögű föld, búzát és árpád, roskadnak a fák a gyümölcstől, ellik időben a nyáj, halat ad bőséggel a tenger jó vezetése alatt, és népe virágzik erőben. Éppen ezért másról kérdezges csak palotádban, és ne kutasd, kik az én szüleim, s hol az én honi földem, mert nő bennem a gyász, ha az emléket felidézed. Úgyis igen sok sóhajtású vagyok. Nem is illik ülnöm a más házában ekép nyöszörögve zokogva, is rossz mérték nélkül örökké csak keseregni, mert egy szolgaleány még azt hiszi, vagy magad, úrnőm, könyvben azért úszom, mert bor nehezült az agyamra. Válaszul így szólt most az okos szívű Pénelopeia. Jó idegen, deli termetem és alakom s nemes elmém elvették a haláltalan istenek, Ilion ellen, hogy kivonultak az argosziak, s Odysseus is a férjem. Hogyha megérkeznék, s ő óvná életem újra, akkor a hírem szebb is lenne, nagyobb is ezentúl. Így csak gyötrődöm, mivel Isten bajba borított. Mert kit a szomszédos szigetek csak körben uralnak, Dulikion, Számé és erdő borított a Zakynthos, és ki csak itt él, messzire látszó szép Itakában, mind megkér, noha nem kívánom, s házam emészti. S nincs gondom vendégre, sem arra, ki oltalomért jön hozzám, sem hírnökre, ki nép dolgában igyekszik, mert Odysseusra kívánkozom, édes szívem emésztve. Nászom sürgetik ők, hanem én csak a cselt bonyolítom, mert legelőször leplet szőnöm, súgta az Isten, hosszú szövőszéken, termemben könnyű, hatalmas vásznat szőnöm, kérőkhöz meg a szózatom ez volt. Kérőim, nemes ifjak, a hős Odysseus oda van már, mégse siettessétek a nászom, amíg csak e leplet nem fejezem be, szövött vásznam, hogy kárba ne vesszen. Szemfödeléül Laertész hősnek, mikor őt majd hosszúra nyújtó végveszedelmes sorsa eléri. Megbotránkozván az akhájnők azt ne beszéljék, hogy ki sokat szerzett, most nem jut leple a sírban. Így szóltam nekik én. S hős lelkük hitt a szavamnak. És napközben a nagy leplet szövegettem is eztán, éjszaka szétfejtettem azonban a fáklya világnál. Így hitegettem a bajnokokat 3 kerek évig. Ám de midőn évszak jött, évszak ment negyedízben, sok hónap sorvadt,
s a napok mind sorba beteltek, ekkor a szolgálók, a szukák mindent kifecsegtek, s rajtam ütöttek a kérők, szóval megfenyegettek. Így hát kénytelenül befejeztem, bár nem akartam. S most már nem tudom én a mennyegzőmet kikerülni, és más cselt se tudok. Sürgetnek már a szülőim, és fiam is bosszús, amiért vagyonát fölemésztik. Látja, mi történik, hisz felnőtt férfi, a házra már tud ügyelni, dicsőséget nyújt néki a nagy Zeus. Szólj hát nemzetségedről, s hogy hol van a földed, hisz nem az egyszeri tölgy vagy a szikla hozott a világra. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Hős Laertiádész Odysseus, tisztes felesége. Nem hagyod abba a kérdést, mégsem honnan eredtem. Jól van, megmondom. Noha bánatomat növeled csak, mely már megvan amúgy is. Örökkön szenved az ember hosszú időre ki messze hazájától, ahogy én most búcs szenvedve bolyunk idegen nép városa földjén. És még így is megmondom, amit kérdesz, tudakolgatsz. Van bizonyos Krété sziget ez, közepében a Borszin tengernek szép dúspartját a habok körülöntik. Rajta 90 város, azokban számtalan ember. Nyelve kevert, mindnek más és más. Ott az akhályok, ott a vitéz ős krétaiak, s ott él a Küdon nép, s három dór törzs, Isten szülte Pelasgoszok is mind. És Knossosz nagyvára, 9 évig, hol a legfőbb Zeusszal társalgó Mínosz gyakorolta uralmát apja apámnak, a nagylelkű Deli Deukalionnak. Deukalion pedig engem nemzett, s Idomeneusz hőst. Ilion ellen eredt az a görbült ívű hajókkal, Atreidák seregével. Az én híres nevem Aitón, én vagyok ifjabb, ő az idősebb és az erősebb. Hát ott láttam Odysseust én, s neki kincseket adtam, mert őt krétai földre is elhajtotta a szélvész, míg tört Trója felé, lesodorta Maleia fokáról. Amnisosba, nehéz kikötőbe, hol Eilejtűja szép barlangja van, és nehezen menekült a viharból. Idomeneusz tudakolta, amint várunkba belépett, mondta, hogy ő régtől tisztelt vendégi barátja. Csak hogy 10-11 nap is eltelt már, hogy az onnan Ilion ellen eredt el a görbültívű hajókkal. Hát palotánkba vezettem, s jól megvendégeltem, és szívesen láttam. Volt minden bőven a házban, s adtam a társainak, kik vélehajóztak a gáján, sok néptől beszedett lisztet, ragyogó boritalt is, s ökröt is áldozatul, hogy a lelkük vágya beteljék. 10 és 2 napot ott töltöttek a fényes akhályok, mert az erős Boreász ott fogta csapatjuk. A földön állni alig tudtunk, valamely Daimon düheton volt, majd váratlan elállt az a szél, s ők útnak eredtek. Sok hazugot mondott, mi olyan volt, mint az igazság. Spénelopé zokogott, és olvadozott a szavára. Mindmikor olvad a hó a magasba döfő hegyek ormán, mint Zephyrosz hullott, de megolvaszt kélve az Eurosz, és míg olvad a hó, a folyók duzzadva rohannak, így olvat neki szép orszája a könny özönében, így sírt férje után, aki ott ült. Csak hogy Odysseus, bárha szívében szánta nyögő, zokogó feleségét, meg nem rebbentette szemét, s az, mint szaru vagy vas állt szemehéja között, ravaszul rejtette a könnyét. Asszonya meg, jól lakva a sok könnyű zokogással, újra ekép fordult hozzá szólalva szavával. Azt hiszem, itt az idő idegen, hogy megvizsgáljam, vajon a férjemet isteni társaival te valóban láttad-e vendégül palotádban, ahogy kijelented. Mondd meg hát, az uram testén a ruhája milyen volt, és milyen ő maga is meg a társai, kik vele voltak. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Úrnőm, szörnyű nehéz az ilyen nagy idő tovatüntén emlékeznem, mert már 20 év telt el azóta, hogy fölkélt útjára hazám földjét odahagyta. Elmondom mégis, mint szívem festi elmémbe.
bíbor gyapjú köpenyt hordott fényes nagy Odüsszeusz két rétűt, aranyos csat volt a köpenybe akasztva kettős kapcsokkal, gyönyörű díszítéssel a lapján, melső lábaival foltos szarvast, kutya tartott, smarta a vergődőt, mindenki csodálta, aranyból van noha mindkettő, ez folytogat és harap egyre, az pedig elszabadulni akar, vergődik a lába. Láttam erősen csillámló ingét is a testén, éppen olyan volt, mint száraz hagymának a héja. Oly puha volt, és mint a nap úgy ragyogott az a szép ing, ó, besok asszony is állta körül, bámulva csodálta. Mást mondok neked, én te pedig vesd jól a szívedbe. Nem tudom, ezt hordotta-e testén itthon Odüsszeusz, vagy pedig egy társ adta-e néki, mikor kihajózott, vagy vendéglátója, és oly sok volt a barátja néki, akhályok közt mását sose könnyű találni. Lám, adtam magam is kardot kettős köpenyeggel néki, amely bíbor színű volt, és hosszú nagy inget, s tisztesen indítottam el aztán jópadú bárkán. Ment vele egy híradója, kevéssel volt csak idősebb. Erről is megmondom néked, hogy milyen is volt. Válla kerek, haja göndörfürtös, barna a bőre, Eurybatésznak hívták. Őt kedvelte leginkább minden társa között Odüsszeusz, mert lelkük is egy volt. Szólt, és abban vágy ébredt még hevesebb zokogásra, mert mikről Odüsszeusz szólt, ráismert a jelekre. És hogy gyönyörére betelt már sok könnyű zokogással, válaszul így fordult hozzá szólalva szavával. Jó idegen, hiszen eddig is úgy szánt téged a szívem, légy most házamban tisztelt és drága barát is. Mert hisz amerről szólsz, a ruhát neki én magam adtam, össze a termemben hajtottam, kapcsot is adtam díszül rá, hanem őt soha többé nem fogadom már itthon, amint hazatér szeretett mezejére honának, mert rossz végzete űzte Odüsszeuszt görbehajóján, hogy meglássa az átok Tróját, vesszen e név is. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Hős Laertiadész Odüsszeusz tisztes felesége, arcot szép bőrét ne gyötört, lelket se epesszett sírva a férjed után. Noha nem rosszallom-e dolgot, mert hisz még egy más férjért is sírna az asszony, hogyha az elpusztul, kinek ő szerelembe fiút szült. Hát még érte ki, úgy mondják, Istenre hasonlít. Mégis szüntesd már zokogásod. A szómra figyelj csak. Mert igazat mondok neked, én sose rejtem előled, hogy hallottam, már hazatérőben van Odüsszeusz, és itt a közelben a Teszprótok dús városa földjén él. Sok szép ragyogó kincset hoz majd haza onnan, gyűjti a nép közt. Elvesztette azonban a kedves társakat, és üreges bárkáját borszínű áron. Trinakiét elhagyva, mivel rá megharagudtak Zeus és Éliosz, mert ennek a barmait ették társai meg, s most mind odavesztek a sok zajú árban. Őt szárazra vetette a hullám, Gája gerincen fajákok földjérekig Istenhez közel állnak, s őt valamint Isten tisztelték ott a szívükben, és megajándékozták dússan, s már hazaküldték volna bajok nélkül, s már itthon volna Odüsszeusz régen. A lelke azonban jobbnak látta-e tervet, hogy kincset gyűjtsön, sok földet járva be közben. Mert nagyon ért a vagyonszerzéshez a földi halandók közt Odüsszeusz, vele más ember vetekedni se tudna. Feidón mondta nekem, ki a Teszprótok fejedelme, esküdtett nekem ő, borítalt locsantva a házban, vár már rá a hajós, a legénység készen az útra, és hazakísérik szeretett földjére honának. Engem azonban előbb küldött el, mert hiszen éppen indult egy bárkájuk a termő Dulikionba. Kincseket is mutatott, melyeket gyűjtött nagy Odüsszeusz. Még tizedik nemzetségének is éppen elég lesz, oly sok kincse hevert a király palotája ölében. S mondta, hogy ő Dodona felé ment, hajkoronás nagy tölgy susogásából meghallani Zeus akaratját, hogy hogyan érhet már szeretett földjére honának, nyíltan-e vagy titkon, mivel oly rég távol időzik. Így hát épségben van urad,
s hazajön hamar onnan, nem lesz már a szeretteitől, meg az itthoni földtől messze soká, de bizony neked én meg is esküszöm erre. Legmagasabb, s legfőbb Isten Zeus tudja először, s tűzhelye hős Odüsszeusznak, amelyhez most ideértem, minden aképpen lesz, ahogyan megmondom előre. Még ugyanebben az esztendőben megjön Odüsszeusz, majd mikor elfogy a hold, és kezd növekedni az új hold. Válaszul így szólt most az okosszívű Penelopeia. Jó idegen, bár menne szózat teljesedőbe, tüstént megtudnád, mint kedvellek, sok ajándék jutna neked, s boldognak mondana mind, aki meglát. Csak hogy a lelkem mást sejtám, s ez teljesedik be. Nem tér már Odüsszeusz haza, és nem akad hazaküldőd néked sem, mert nincs palotánkban olyan fejedelmünk, mint Odüsszeusz volt egykor a népe között, ha ugyan volt. Vendéget szívesen fogadott, és gondozta az útját. Hát fürdessétek meg, lányok, s vessetek ágyat párnákkal, köpenyekkel, igen szép szőnyegeinkkel, míg az aranytrónú hajnal jön, hadd melegedjék. Megmosván, kora hajnalidőn, kenjétek olajjal, s Télemachosz mellett lakomázzék majd a teremben ülve. S azok közt, hogyha akadnak is érteni merné lelkeveszítően vendégünk, csak neki lesz rossz, célt sosem érhet, akármi is szörnyű a szíve haragja. Mert honnan látnád, vendégem, hogy valamennyi nő közül én legbölcsebb és legjobb eszű volnék, hogyha te rongyosan és szurtos testtel lakomáznál termemben. Hisz az emberi élet olyan rövid úgy is, és aki szívtelen és a ridegség tölti el, annak csak gonoszat kívánnak mindig a földi halandók, míg él, s holta után is csak szidalom szava éri. Ám ki nemes lelkűs, eltölti egészen a jóság, annak jó hírét viszik el vendégei széles földön, a népek közt, s mindenki csak áldja, dicséri. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Hős Laertiádész Odüsszeusz, tisztes felesége, nem szeretek ragyogó takarókat, jó derekaljat attól kezdve, hogy elhagytam Krété havas ormát, és hosszú evezőjű hajón a vizekre kiszálltam. Hadd fekszem hát, mint ezelőtt, álmatlan az éjben. Sokszor töltöttem már ét hitvány heverőkön, s úgy vártam be a szép trónszékű isteni hajnalt. Lábfürdőt se nagyon kívánok már a szívemben, és szolgáló nő ne is érinthesse a lábam egy se közülük, akik rendben tartják palotádat. Csak ha van éltes anyó, aki gondos tudja a dolgát, és aki szívében, mint én már oly sokat eltűrt, néki megengedném, hogy megfürdesse a lábam. Válaszul így szólt most az okosszívű Penelopeia. Jó idegen, sose járt íj elmés távoli vendég nálam még, akit íj szívesen befogadtam a házba. Mindenről oly jó eszűen szólsz, annyira bölcsen. Van nekem itt egy anyóm, akiben bölcs mindig az elmes, azt a szerencsétlent, aki dédelgetve, neveltve, karjai közt dajkálta, mihelyt megszülte az anyja, lábadat ő megmossa, a lábán bár alig áll már. Állj föl, okosszívű Eurykleia, s mosd le a gazdád évtársát tüstént, mert is bizonyára Odüsszeusz lába is éppen ilyen most már, meg a két keze szintén, mert is a sok baj közt a halandó gyorsan öregszik. Így szólt, és az anyó arcát tenyerébe temetve forró könnyeket ejtett, és panaszos szavakat szólt. Jaj, gyermekem, hogy nem tehetek semmit se te érted. Zeus mindenki fölött gyűlöl, noha jámbor a lelked, hisz villám szerető Zeusnak nem akadt, aki annyit áldozzon, mint épp te kívánt kitűnő hekatombát, combokat égetve, könyörögve, hogy ér nyugodalmas vénkort, és te nevelhest föl ragyogó fiú sarjad, s most egyedül téged nem resz többé a hazádba. Tán bizony őt épp így gúnyolja az asszonyi népség távoli népek közt, ha belép valamely palotába, mint ahogy itt e szukák csúfoltak téged a házban, kiknek most gúnyát s kikerülni kívánva szidalmát nem mosatod lábad,
De bizony nem kényszerűségből végzem el én, mit a jóeszű Pénelopeia parancsolt. Pénelope kedvéért is lefüröztem a lábad, és magamért is, mert sajnállak tiszta szívemből sok bajodért. És valamit még mondok, halld meg a szómat. Eddig is oly sok vándor jött vendégül a házba, s ennyire mása a gazdámnak, nem akadt közülük még, termeted és hangod meg a lábad, akár Odüsszeuszé. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Kedves anyó, bizony ezt mondják, akik engem is őt is láttak már, hogy erősen ütünk egymásra uraddal, mint ahogyan magad is mondod, bölcsen kijelented. Szólt. Az anyó meg a fényes edényt odavitte azonnal, melyben a lábát mosni akarta. Hideg vizet öntött jó sokat, és meleget vegyített bele. Ám de Odüsszeusz oldalt ült le a tűz mellé, s a homály fele fordult, mert az eszébe jutott, hogy az agasszony kitapintva lábasebét majd ráismer, s minden kiderülhet. Gazdájához ment az anyó, és mosta. Azonnal ráismert a sebére, melyet vatkan foga vágott, míg Odüsszeusz Parnassoson át járt Autolükosznál. Apja ez anyjának, ki felülmúlt bárkit a földön tolvajlásban is, és hamis eskütevésben. Az Isten Hermész adta egy képességet, mert neki kecskék s bárányok combját égette, s az őt segítette. Autolükosz hajdan maga jött el a dús Itakába, és akkor született lányának kisfia éppen. Euryklej a kis csecsemőt térdére helyeztené ki, ebédjük után s a nevén szólítva kimondta, Autolükosz, magad adj te nevet lányod gyerekének, ennek a kedvesnek, kire régen vágyakozol már. Erre meg Autolükosz szólalt és adta a választ. Vőms lányom, neki így nevet adjatok. Erre utamban oly sok szívből vette körül lobogó düh személyem férfiak és nőktől, kik a termőföldeken élnek. Éppen ezért Odüsszeusz légyen neve, én pedig akkor, hogyha legény lesz, és ellátogat anyjalakába, Parnassosra, ahol sok kincsem fekszik a házban, abból adok neki, és hazaküldöm a kedvre derültet. Elment hát Odüsszeusz átvenni a nagyszerű kincset. Ekkor a Autolükosz, s fiú sarjai Autolükosznak kéz érintve fogadták, és puha mézizű szókkal. Amfitéé pedig anyjának jó anyja ölelte, megcsókolta fejét és mindkét szép szemefényét. Autolükosz meg nagyhírű fiait noszogatta, hogy lakomát készítsenek. Ők hallgattak a szóra. És elébé egy 5 éves tulkot hoztak azonnal, megnyúzták, körülállták és darabokra metélték, mesterien darabolták, fölsúzták föl a nyársra, gonddal megsütögették mind, s mindenkinek adtak. Így lakomáztak egész napon át ők napnyugovásig, s lelkük nem maradott híjával a dús lakomának. Végre, mikor lebukott a nap és eljött a sötétség, akkor az álom ajándékát átvenni ledőltek. Majd, hogy a rózsás ujjú hajnal kélt ki a ködből, elmentek vadat üzni, kutyáik is, ők maguk is már, Autolükosz fiai, s velük indult fényes Odüsszeusz. És felvágtak az erdővel borított hegyoromra, Parnassosra. Hamar széljárt szurdokba jutottak, s már a nap is fölkelt, sugarát a mezőkre nyilazva csendes habjaiból kélt mélyvízű okeánosznak, s egy szakadékba került a vadász nép, mentek előre mind az ebek, nyomokat szaglászva, s utánuk az ifjak, Autolükosz fiai, s velük indult fényes Odüsszeusz, ment ebeikkel rázva nagy árnyékú kelevézét. Ott egy nagy vatkan sűrű cserjésben heverészett, melyen a fúvó szél nedves dühe át sohasem járt, nem nyilazott sugarával a fénylő napse közéje, rajta zápor eső sem járt át, oly sűrű cserjés volt az, s közte avar gyűlt föl hullott levelekből. Hát a kutyák topogása, vadászok lábdobogása vette a kant körül, ám kirohant az a sűrű berekből, fölmeredett csörtéje szeméből szikra szökött ki, és közelükbe megállt. Legelőször a fürge Odüsszeusz fogta a hosszú gerejt jóizmú kézzel a kanra, megsebesíteni vágyva.
s a kan megelőzte, reát tört, stérde fölött merítette ki vérét, tépte ki húsát, rézsút rontva reát, de a csontig mégse csapott be. Most Odysseus dárdával a kant jobb marba sebezte. Túlnal jött ki sugárzó vége az érckelevéznek, porbarogyott, hörgött testéből szállt ki a lélek. Autülükosz fia mind sürgött Odysseus körül ekkor, és a sebét bekötözték szépen az isteni hősnek, és meg is állították éjszínű vére folyását rá énekléssel, s hazavitték házuk ölébe. Aztán Autülükosz s fiú sarjai Autülükosznak meggyógyították, s ragyogó szép kincseket adtak, s küldték kedvel a kedvre derültet már Itakába nagysebesen. Hazaért, ahol apja meg anyja az úrnő örventeknek, és kérdezték sorra, mi történt, és mind kapta sebét. Elmondta a dolgot Odysseus, hogy megmarta fehér agyarával a vatkan az erdőn, míg a fiúkkal a Parnassos tetején vadat űzött. És az anyó, amikor tenyerével megtapogatta, ráismert, s Odysseus lábát ejtette lenyomban. Visszaesett az edénybe a láb, kongott a nagy ércüst, félreborult, megdőlve, s a víz zúdult ki a földre. S az anyó szívét az öröm s kín elszorította, két szeme könnyeltelt, elakadt torkában a hangja. Majd Odysseus állát kitapintva kezével ekép szólt. Lám, hisz Odysseus vagy, kedves fiam! Én meg a gazdám meg sem is ismertem, míg végig nem tapogattam. Szólt, és Pénelopeia felé fordulva szemével szólni akart neki már, hogy jó ura itt van a házban, csak hogy nem láthatta az úrnő, s észre se vette, mert elfordította eszét Pallas. De Odysseus jobb kézzel kitapintva a torkát megszorította dajkájának, a ballal húzta magához, ekép szólt. Dajka, miért kívánsz elveszteni? Hisz te neveltél, kebleden is tápláltál engem. Sok baj után, most 20 év múltán érkeztem az itthoni földre, s már ha fölismertél, s lelkedbe vetette az Isten, hallgass! Más a teremben még ezt meg ne neszelje, mert kijelentem a szót, és így megy teljesedésbe. Isten a gőgös kérőket, ha megadja, levernem, meg nem kíméllek, noha dajkám vagy, ha többi szolgáló asszonyt megölöm palotámnak ölében. Válaszul így szólt most az okos szívű Eurükleia. Én gyermekem, mély szó szökkent ki fogad kerítésén. Jól tudod azt, hogy erős lelkem van, hajlani nem tudsz, őrzöm a titkot, akár csak a vas, vagy mint a kemény kő. Mást mondok neked én, te pedig vesd jól a szívedbe. Isten a gőgös kérőket, ha megadja, leverned. Fölsorolom majd én, hogy a nők közül itt palotádban kik nem tisztelnek téged, s kik a bűntelenek, halld. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Dajka, miért tennéd? Nincs szükség itt a szavadra. Megfigyelem, s ki is ismerem én magam is valamennyit. Tarts csak vissza a szót, és bízd ezt isteneinkre. Így szólt ő. És az anyó indult, ment végig a termen újból lábvizért, mert földre borult ki az első. És hogy megmosta, bekente a lábát síkos olajjal, székét újra a tűz közeléhez vonta Odysseus, mert melegedni akart, de sebét rongyal betakarta. Köztük a szót így kezdte okos szívű Pénelopeia. Vendég, csak röviden kívánlak kérdeni immár, mert is az édesízű pihenés órája közelget ahhoz, kit noha gondjai gyötrik, elérhet az álom. Ám vég nélküli bánatot osztott nékem a Daimon. Nappal még örömet lelek én a nyögő zokogásban, s dolgom után nézek meg a szolgálókra, vigyázok. Ám de ha eljön az éj, s megszáll mindenkit az álom, csak heverek nyoszolyámon, s kedves szívem a sűrű, éles erős gondok zaklatják, szaggat a bánat. Mint a fokó csalogány zeng szépen, Pandareusnak lánya, ha jő a tavasszele újra, s a sűrű levél közt ott ül a fák ágás, csodaszépen csattog az égre, sűrűn változtatva ereszti ki sokoldalú hangját, sírva siratja fiát, Itüloszt, akit egykoron érccel ölt meg,
tévedvén, Zétosz fejedelmi utódát, lelkem is így hányódik örökké erre meg arra. Várjak-e itt a fiamnál, és vele óvjam az összes birtokot és háznépet, s nagytetejű palotánkat, hitvesem ágyához híven, s kikerülve a rossz hírt? Vagy válasszam-e már az akhályok legderekabját kérőim közül itt, aki roppant nász adományt ad? Míg a fiam csecsemő volt csak, s nem volt esze sem még, addig férjhez uramházából ő nem eresztett. Most, hogy fölserdült immár, és termete is nagy, ő maga kér már rá, hogy menjek vissza e házból, bosszankodva, miért vagyonát fölemésztik a kérők. Rajta azonban az álmon fejtsd meg, ügyelj a szavamra. 20 ludam él házamban, a búzát itt eszik egyre, vízbe keverten. Örül, ha tekintek rájuk a szívem. Horgassőrű hatalmas sas jött most a hegyekből, és megfogta nyakát minnek, s meg is ölte. Hevertek itt a teremben, a sas meg az isteni légbe röpült fel. Én meg fölsírtam, s jajgattam az álom ölében, és az akhályai széphajú nők körébém seregeltek, míg sírtam hevesen, hogy a sas lecsapott ludaimra. Csak hogy visszaröpült a sas, és odaült a tetőre, s emberi hangon szólva vígasztalt, így szavakat szólt. Bátorság, lánysarja a hírneves Ikariosznak. Mind igaz ez, nem is álom, mert így teljesedik be. Itt e ludak kérők. Magam én sas voltam idáig. Most meg urad vagyok, így értem haza-vissza te hozzád, hogy minden kérődnek hozzam csúnya halálát. Szólt, mire már eleresztett engem a mézizű álom. Szétnézvén ludaim bent láttam a termem ölében, teknőből búzát csipegettek, mint azelőtt is. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Úrnőm, nem lehet álmod másképp fejteni, úgysem másfele elfordítva, csak úgy, ahogy ő maga mondta, hogy meg lesz, Odüsszeusz. Ez a kérők végveszedelmét jelzi. Haláltól, vesztétől egy sem menekül meg. Válaszul így szólt most az okosszívű Penelopeia. Vendégem, hidd el, vannak hiú balgatag álmok, s nem mind teljesedik be az ember előtt. Hisz a gyönge álomképek két kapun átjönnek közelünkbe. Egy szaruból készült, elefántcsontból van a másik. És amely álomkép kicsiszolt csonton csúszik által, az mind csal, hiteget, s mutogat csupa teljesületlent. És amely álomkép simított szarun át szalad útra, színigazat mutat az, ha az ember látja szemével. Úgy vélem, nem ezen jött át ez az én riadalmas álmom, mely pedig olyan jó volna nekem s fiamnak. Mást mondok neked én, te pedig vesd jól a szívedbe. Már jön az átkos hajnal, amely majd elszakít engem házától Odüsszeusznak, mert versenyre kitűzöm fejszéit, melyeket termében sorba kirakva állított fel, akár a hajó bordákat. Elé állt, s mind a 12 a nyilát által röpítette. Most hát ezt akarom versenyre kitűzni elébük, mert aki legkönnyebben tudja fölajzani íját, s mind a 12 fejsze fokán átlő a nyilával, majd ahhoz megyek én, elhagyva a hitvesi házat, mely pedig oly gyönyörű, telides tele dús vagyonával, jól tudom én, álmomban is emlékezni fogok rá. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Hős Laertiadész Odüsszeusz tisztes felesége, csak ne akart házadba tovább halogatni a versenyt, mert is előbb ér még hozzád haza bajnok Odüsszeusz, még mielőtt ezek itt megfognák szép sima íját, felhúznák idegét, s lőnék vason által a vessőt. Válaszul így szólt most az okosszívű Penelopeia, jó idegen, ha mulatnál te a termem ölében egyre, a szemhéjamra bizony sosem omlana álom. Ám folyvást álom nélkül nem is élhet az ember. Megszabták a haláltalanok mindennek a rendjét mulandók számára a termőföldön amúgy is. Így hát én immár
Fölső termembe vonulva újra lefekszem az ágyra, melyet síralomra faragtak, s ázik folyton a könnyemtől, amióta Odysseus ment meglátni az átok Tróját, vessene név is. Ott fogok én lefeküdni, feküdj le te itt csak a házban, földre terítve ruhát, vagy hozzanak ágyat a lányok. Szólt, és indult ragyogó fölső termébe azonnal, nem maga ment egyedül, vele mentek a szolgaleányok. Szolgaleányaival fölső házába vonulva drága uráért sírt, Odysseusért, míg csak az édes álmot nem borította a szemhéjára Athéné. 20. ének. A kérők leölése előtt. Kin lefeküdt az előcsarnokban a fényes Odysseus, földre vetett cserzetlen ökörbőrt és tetejébe áldozatul hult birkák gyapját dobta halomba, s hogy lefeküdt már, Eurynomé betakarta köpennyel. Ott feküdött, s töprengve a kérők végveszedelmén virrasztott Odysseus, és jöttek a nők a teremből, kik szerelemben a kérőkkel gyakran keveredtek, jókedvük fennen ragyogott, s egymásra nevettek. Lelke fölindult most kedves kebelében a hősnek, hosszan hányta vetette a lelkében s a szívében, roncson-e már rájuk, s a halált így ossza ki minnek, vagy még hagyja a dőfös kérőkkel lefeküdni egyszer, s legvégül, s ugatott mellében a szíve. Mint sok kölyke körül járó ebb, hogyha először lát embert, megugatja, düvel, nekiugrani készül, benseje így ugatott, dühösen rosszalva a rosszat. Majd mellére csapott, s a szívét korholta szavával. Tűr szív, tűrtél már hajdan te kutyábbat is ennél aznap, hogy fölfalta a vad, fék nélküli küklopsz nagyszerű társaimat. De te tűrtél, míg csak az elme nem vezetett ki a barlangból, noha hitted a véged. Szólt, szeretett szívét így fékezvén kebelében. És szíve meggyőzetve a szótól tűrve csitult el, várt makacsul, hanem ő hánykódott erre meg arra. Mint ahogyan lobogó tűzlángján forgat egy ember vérrel meg zsírral teli pendőt, erre meg arra s várja nagy áhítozón, hogy már megsüljön egészen, így forgott töprengve Odysseus erre meg arra, egymaga, mint csap majd le kezével a szemtelenekre, kik többen vannak. S most jött közelébe Athéné égből szállva alá, fölvette egy asszony alakját, és odállt a fejéhez, s hozzá így szavakat szólt. Mondd, mindenki fölött gyász sorsú, miért virrasztasz? Hisz palotádban vagy, feleséged is itt van a házban, és fiad oly kitűnő, amilyent mindenki kívánna. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Istennő, bizony ezt úgy mondtad, mind ahogy illik. Csak hogy azon hányódik a szívem most kebelemben, mint is csaphatnék kezeimmel a szemtelenekre, és egyedül, míg nékik olyan nagy a számuk a házban. S hozzá még komolyabb dolog is jár egyre fejemben, hogyha veled meg Zeusszal már megölöm valamennyit, merre, hová menekülhetnék? Ezt kérlek, eszelt ki. Mondta az istennő ismét, a bagoly szemű Pallas. Szörnyű, te más a silányabb társban tud bizakodni, bár nem öröklétű az, s nem bölcs annyira, mint én. Én pedig istennő vagyok, és őrizlek örökké minden fáradalom közben, s kereken kijelentem. Hogyha a földi halandók 50 tábora állnak kettőnket körül, árésszal törekedve megölni, nékik is elhajthatnád csordájuk meg a nyájuk. Most szálljon meg az álom, terhes végig az ében virrasztgatnod, mert kiemelkedsz már a bajokból. Így szólt, és szemehéja fölé hintette az álmot, majd az olimposzi csúcsra röpült el az isteni úrnő. Megvarkolta az álom, a gondot elolt a szívétől tagjait oldva, de ébredt fönn szerető feleséges puha ágyában föl is ült, fölsírt keseregve. Majd miután eltelt panaszos zokogással a lelke, Artemis úrnőt kérte először az isteni asszony, Artemis istennő, Zeus lánya, szívembe nyiladdal lőve, a lelkem miért is nem veszed el te azonnal?
vagy bár tépne a szélvihar engem a légi magasba, s köd borította úton hurcolva röpítene messze, s vetne be torkolatába kanyargó okeánusznak. Mint ama szélviharok felkapták Pandareosznak lányait, égi lakók ölték meg előbb a szülőket, és Afrodité ellátta az árva leányokat otthon sajttal is, édesmézzel is, és jó mézizű borral. Héra adott gyönyörű alakot nekik, és kitűnő észt. Karcsú termetüket meg a fenkölt Artemis adta, és remekül szövegetni Athenaé tanította. Hát mikor Afrodité fölment az olümposzi csúcsra, hogy viruló nászuk készítse elő a magasban, villámló Zeushoz, mivel ő jól tud vala mindent, sorsát s balsorsát a halandó földi lakóknak, közben a lányokat elragadó viharok hurcolták messze a szörnyű erinnyüszöket szolgálni azon túl. Bár eltüntetnének eként az Olimposzon élők, vagy lenyilazna a szép hajú Artemis, akkor Odüsszeuszt meglátnám, noha gyűlölt föld mélyébe leszállva, és bennem sose lelne silányabb férfi örömre. Mert el tudja viselni baját, aki ébren egész nap hosszan sír, s a szívét sorvasztja a sok keserűség. Éjjel azonban az álom fogja, feletteti minden búját és örömét, ha körülveszi két szemehéját, csak hogy az Isten rám még gyötrő álmokat is küld. Most is az ő képmása feküdt mellettem az éjjel. Éppen olyan volt, mint mikor elment harcba, s a szívem örvendett, mivel azt hittem már, hogy nem is álom. Így szólt, s már az aranytrónszékű hajnal is eljött. Síró hangját meghallotta a fényes Odüsszeusz, töprengett ezután, s úgy tűnt neki, hogy felesége már meg is ismeri őt, és ott áll már feje mellett. Fölkelt, fogta nyalábra a bundát és takaróját, és egy székre bevitte a házba. A durva ökörbőrt vitte ki, és fölemelve kezét nagy Zeushoz esengett. Zeus atya, hogyha a szárazon és vizen át akarattal hoztatok oly sok bajnak utána megint a hazámba, akkor tedd, hallassa szavát bentről, aki éber, és nekem egy másik csodajel te mutas odakintről. Így szólt ő könyörögve. Meg is hallgatta a bölcs Zeus, mennydörgött is azonnal a fényes olümposzi csúcson fennen a felhőkből. Megörült neki bajnok Odüsszeusz, és bentről meg egy őrlő asszony küldte a hangját, nem távol, hol a népek pásztora malmai álltak, és egyre 12 asszony sürgött malmai mellett búzát és árpát őröltek a férfiak étkét. Mind lefeküdtek, már miután kifogyott gabonájuk, ez leggyöngébb volt, s még nem volt kész a dologgal. Most meg is állította a malmát, és jó jelül így szólt. Zeus atya, ó, ki uralkodol Isten is emberi népen, jajben nagyot dördült a te hangod a csillagos égből, bár felhő sincs fönt, bizonyára csodás jelül adtad. Hát, amit én nyomorult mondok, tedd azt is igazzá. Legvégső és legutolsó szép lakomájuk egyék már itt Odüsszeusz palotájában a mai nappal a kérők, lélekevő fáradtság közt, kik a tagjaimat már szétnyűtték örléssel, most egyenek legutolszor. Így szólt ez. Megörült az igének a bajnok Odüsszeusz, Zeus dörgésének, mert tudta, hogy itt van a bosszú. Gyűltek Odüsszeusz szép házában a többi leányok, s nem pihenő lángot gyújtottak a tűzhelyen immár. Télemakhosz meg kelt föl az ágyból, isteni férfi öltönyt öltve, hegyes kardját vállára kötötte, majd gyönyörű saruit ragyogó talpára csatolta, fogta erős gerejét, a hegyes rézzel hegyezettet. És a küszöbre került, s Eurükleiához ekép szólt. Kedves anyó, megtiszteltétek-e végül a vándort ágyjal s étellel, vagy mind fekszik kise bánya? Mert hisz az édesanyám is olyan, bármi okos asszony megteszi azt, hogy a földi halandók közt a silányat vaktában jól látja, s a jót üresen tova küldi. Válaszul így szólt most az okos szívű Eurükleia. Gyermekem, ebben anyád nem vétett, hát sose vádolt. Mert hiszen itt ült, s bort is ivott az, amennyire vágyott.
Enni nem óhajtott többet, hisz anyát tudakolta. És amikor pihenés alvás járt már az eszében, akkor anyád a leányoknak szólt, vessenek ágyat. Csak hogy a vendég, mint amolyan sorsverte busongó, nem kívánt puha ágyon, lágy derekaljon aludni. Nyers bőrén az ökörnek hált inkább, meg a birkák irháján odakint, s mi terítettünk takarót rá. Szólt, mire Telemakhoz kifelé ment, végig a termen vitte a dárdáját, két fürge kutyája követte. Jó lábvértes akhályokhoz sietett ki a térre, s most a cselédlányoknak mondta az isteni asszony Eurüklei a leánya, Pejszénor fia Opsznak. Rajta, ti öntözzétek föl kisöpörve a házat nagysebesen, s a remek székekre borítsatok ékes bíbor szőnyegeket. Ti pedig lukacsos szivacsokkal mossátok le az asztalokat, ti a borkeverőket tisztítsátok, a kettős serlegeket. Ti a kútra menjetek el vízért, szaporán hozzátok a házba. Mert a kevé kérők nem lesznek messze sokáig. Hajnalban jönnek, hiszen ünnepet ül valamennyi. Szólt, s nagyon is hallgattak rá. Tették a parancsát. És a sötétvízű kútfőhöz 20 ment el azonnal, míg ügyesen sürgött forgott a teremben a többi. Majd az akhályok szolgalegényei jöttek, ezek meg jól és értően hasogattak fát. A leányok jöttek a forrástól, és jött be közéjük a kondás, három legszebb hízóját hajtotta magával, és mindet az udvari szép kerítésnél hagyta lekelni. Ő maga mézédes szókkal szólt hős Odüsszeuszhoz. Jó idegen, jobb szemmel néznek-e már az akhályok, vagy megvetnek a házban téged, mint ez idáig? Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Eumaiosz, bár büntetnék meg az istenek őket csúnya, kevély és átkos tetteikért, melyeket más házában tesznek, s nincs bennük semmi szemérem. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, s ekkor a kecskék pásztora jött közelükbe, Melanteusz. Legszebb kecskéit hajtotta be éppen a nyájból kérőknek lakomául. Két bojtára követte. Visszhangos tornácba a kecskéket bekötötte, s ő maga szúró szókkal szólt Odüsszeuszhoz azonnal. Ej, idegen, terhünkre te még itt jársz a teremben, és koldulsz a vitézektől. Hát nem takarodsz ki. Azt hiszem, egymástól mi előbb már nem köszönünk el, mint egymás öklét ízlelve. A kéregetésed nincs rendjén, az akhályok másutt is lakomáznak. Ezt mondotta, de mit se felelt leleményes Odüsszeusz, némán rázta fejét szíve mélyén rejtve a rosszat. Arra Philoetios emberek elseje harmadikul jött, kérőknek meddő tehenecs hízott gödőjéket hajtva. A révészek hozták ezeket, kik az embert áthordják a vizen, ha az ő tájukra vetődik. Visszhangos tornázva az állatait bekötötte, ő maga Eumaioszhoz lépett, s kérdeni kezdte. Mondd csak meg, kondás, ki az új vendég, aki most jött szép palotánkba? S az apja, az anyja ki? Ő maga mit mond, honnan ered? Hol a nemzetséges az otthon a földje? Ó, a szegény, hisz alakja olyan, mint büszke királyé, csak hogy az istenek így merítik le a messze bolyongót, s néki ilyen rossz sorsot szőnek, még ha király is. Szólt, és jobbjával megfogta kezét Odüsszeusznak, és őt megszólítva ekképp szárnyas szavakat szólt. Üdvözlégy, vendég, atyus, és legalább a jövőben légy boldog, mert most látom, sok bajba merültél. Zeus, atya, nincs nálad pusztítóbb Isten az égben. Nemzed a férfiakat, de utána hagyod lemerülni őket a bajba, könyörtelen s a dühös nyavajákba. Lásd, a verejték vert ki, amint rád néztem, a könnyem csordult, mert az eszembe jutott Odüsszeusz. Bizonyára ő is ilyen rongyokban jár kell a földi lakók közt, hogyha ugyan valahol még él, és látja a napfényt. Hogyha pedig meghalt, s Hádész házába került már, jaj nekem akkor a jó Odüsszeuszért, jaj, hiszen engem még gyereket csordássá őtetlen a Kefalén földön. S most, hogy száma se már a baromnak, s másnál ennyire nem szaporodnak a széles homlokú marhák, most mástól kapom én a parancsot, hogy betereljem nékik a marhákat lakomázni.
Fiával a házban nem gondolnak, az Istentől sem félnek. A távol járó úr vagyonát fel akarják osztani végül. Hát hisz az én lelkem kedves kevelemben elégszer hánykódik hevesen, mert rosszám, még fia itt él, marháimmal a más mezeire vonulnom el innen és idegen néphez, de bizony gonoszabb, ha maradva őrzöm az állatokat mások számára, bajok közt. Már elszöktem volna talán más büszke királyhoz régen, mert ami itt van, tűrni tovább lehetetlen. Azt a szerencsétlent várom mégis, valahonnan tán hazatérve a kérőket szétszórja a házban. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Csordás, hisz nem vagy hitvány, te sem esztelen ember. Jól látom magam is, hogy okosság fér a szívedhez. Hát neked elmondom, szent esküvel is kijelentem. Tudja tehát meg Zeus legelőbb, meg a vendégasztal stűzhelye hős Odüsszeusznak, amelyhez járulok itten, hogy megjő Odüsszeusz ide, míg te is itt vagy a házban. És megláthatod őt a szemeddel, hogyha kívánod, mint öli majd le a kérőket, kik a házban urak most. Erre a marhát őrző csordás válaszul így szólt. Jó idegen, Zeus vinné teljesedésbe a szódat. Meglátnád, hogy erőm mély nagy, s kezeim se silányak. S Eumaiosz velük együtt kérte az égi lakókat, hogy házába a bölcs Odüsszeusz hazatérjen, elérjen. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, és közben a kérők Telemakhosz számára a romlást és a halált tervezték, és jött balról a madárjel, fennsuhanó hegyi sas karmában gyönge galambbal. Amfinamosz szólalt meg köztük szónoki szóval, kedveseim, látom, sose fut már célba e tervünk, Telemakhosz megölése, siessünk hát lakománkhoz. Így szólt Amfinamosz, és minnek tetszett a beszéde. Majd, hogy az isteni hős Odüsszeusz házához elértek, bent köpenyüket székekre és a karszékekre vetették, áldoztak hájas juhokat, hízott gödőjéket, áldoztak hízott disznót, marhát a mezőről, s belsőre és sütvén szétosztván egybekeverték vízzel a bort, és osztott már poharat is a kondás. Emberek elsője járt a kenyér gyönyörű kosarával, körbe, Filajtiosz és borukat töltötte Melanteusz. És ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, bent ültette le Telemakhosz cseltszőve Odüsszeuszt, nem távol jól épült otthon a kőküszöbétől, egy faragatlan széket tett oda és kicsi asztalt. És tett oda belső részből húst, töltött neki bort is, szép színarany serlekben, és hozzá így szavakat szólt. Itt ülj most szépen daliák közt, bort iszogatva. Én szúró szavukat, kezüket majd visszariasztom innen a kérőknek, mert nem vendégfogadó ez, ám Odüsszeusz palotája, ki ezt számomra szerezte. És kérők, fékezzétek szívetekben a gáncsot és kezetek, nehogy itt civakodjunk és veszekedjünk. Így szólt. Erre a kérők, mint ajkukba haraptak, bámulták a fiút, hogy mennyire bátor a hangja. És Eupeitész fia Antinós szólt köztük eképpen. Telemakhosz szava, bárha kemény is, tűrjük, akhályok, hallgassunk rá, bár szörnyen fenyegetve parancsol. Bántani most őt Zeus Kronion nem hagyja, különben elhallgattatnók bármi éles szavú szónok. Így szólt Antinós, hanem ő nem ügyelt a szavára. Közben a városon át szent áldozat állataikkal mentek a hírnökök, és gyülekeztek a fürtös akhályok messzelövő nagy Apollón árnyas szentligetében. S ők, hogy a háthús megsült, és húzták le a nyásról, már szétosztva dicsőséges lakomát lakomáztak. Tettek a felszolgálók részt Odüsszeusznak elébe, annyit, amennyit a többi kapott, így adta parancsát Telemakhosz, kedves fia isteni hős Odüsszeusznak. Most sem hagyta Athéné, hogy szűnjék meg a kérők lélekemésztő ócsárlása,
hatoljon a bántás még mélyebbre szívébe az isteni hős Odüsszeusznak. Volt ott egy gonosz ember a kérők nagy seregében, Ktészipposznak hívták, és a hazája Számé volt. Ez feleségül, igen nagy kincseiben bizakodva, kérte a régen messze szakadt Odüsszeusz feleségét. Hát a kevés kérők közül ez szólt most legelőször. Hős kérők, mondok valamit, hallgassatok én rám. Részét már megkapta a vendég úgy, ahogy illik, mert nem igazságos, sose szép, hogy Telemakosznak vendégét, ha akárki jön is, még megrövidítsük. Íme tehát adok én is ajándékot neki, hogy majd adja a fürdős szolgának, vagy bárki egyébnek isteni hős Odüsszeusz palotája ölén, aki szolgál. Szólt, s izmos markával ökörlábat hajított rá, melyet előbb a kosárból vett ki. De bajnok Odüsszeusz könnyeden elrántotta fejét, s közben szíveméjén csak keserűn nevetett. A szilárd falat érte a lábcsont. Ktészipposzt meg Telemakhosz korholt a szavával. Ktészipposz, bizony így jobban járt sokkal a lelked, elvétetted a vendéget, mert félrehajolt ő. Mert hiszen érte hegyes dárdám, derekadba beverném, és temetésed rendezhetné itt az apád, nem nászod. Hát gonoszod házamban senki sem erjen, mert már felfogom én, s értem lelkemben, amit kell, s hogy mi a jó, mi a rossz, hisz gyermek voltam idáig. Azt még csak tűröm, szemeim láttára, miképpen öldösitek juhaim, borom isszátok, gabonámat fajjátok ti, nehéz egynek harcolni sokakkal. Csak hogy a rosszat már nekem itt gonoszul ne tegyétek, vagy ha megölni akarnátok még engem is, értszel, ezt magam is kívánnám már, több lenne a haszna, hogyha halok, mint szemlélnem szakadatlan a szégyent, hogy vendégeimet bántják, s gyönyörű palotámban minden szolgaleányt rútul rángatnak a kérők. Így szólt, és amazok mind hosszan csöndbe merültek. Csak nagy későn mondta Damastorides Agelaos: kedveseim, közülünk, ha igazságos szavakat hall, senki ne sértődjék meg, zokszót senki se ejtsen. Hát sose lögdössétek a vándort, más se a szolgák közt, kik az isteni hős Odüsszeusz házába sürögnek. Telemakoszhoz és anyjához meg van nekem egy szóm, gyöngét szóm, melytán mindkettő szíve szerint lesz. Kettőtök kevelében, amíg még hitte a lélek, hogy házába a bölcs Odüsszeusz hazatérhet, elérhet, addig ugyan nem volt vétek, hogy vártatok, és itt fékeztétek a kérőket, hisz a hasznotok is több úgy lett volna, ha ő megtérvén megjön a házba. Csak hogy most bizonyos, hogy már sose jön haza többé. Ülj hát édesanyád mellé, s mondd el neki mindezt, menjen a legderekabbhoz, a legtöbb kincset adóhoz, hogy te is élvezd már, ami rád maradott az apádtól, itt borod, ett kenyered, s ő más házát igazítsa. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt: Hald Agelaos, Zeusra s apám sok szörnyű bajára messze hazájától, aki járvagytán oda lett már. Én nem kívánom halogatni anyám lakodalmát, sőt kérem, hogy eredjen a kedve szerint, adományt is bőven adok. Csak restellem, hogy anyám palotánkból durva szavakkal elűzzem. Ilyentől mentsen az Isten. Így szólt Telemakhosz. De a kérők közt nagy Athéné nem lohadó nevetést keltett, s eszüket kicsavarta. S már idegen lett álcsontjuk, s még egyre nevettek, véres húsokat ettek, mindnek a két szemek könnyel telt meg egészen, a lelkük már sejtette a sírást. És isteni képű Teoklimenosz kezdett a beszédbe: jaj, nyomorultak, mi átok sújt! Ébe borult már teljesen arcotok és fejetek, meg a térdetek is lenn. Úszik a könyvben az orcátok, fölhangzik a jajszó, ázik a síkos vérben a fal, meg a szépművű fülkék. Árnyakkal telt már meg a csarnok, telt meg az udvar, szállnak a mély erebozba, homályba. A nap kialudt már, nincs odafönt, s a sötétségnek vészes köde terjeng. Szólt
mire mind édes nevetésre fakadtak a kérők. S Eurymakosz, Polübösz fia kezdett köztük a szóba. Lám elment esze ennek, a most idejött idegennek. Rajta vezessétek ki legények azonnal az ajtón. Menjen már a piacra, ha itt neki éj van a házban. Isteni képű Theoklymenusz pedig újra ekképp szólt. Eurymakosz, sose kértelek én téged vezetőért. Megvan még a szemem s a fülem, két lábam is itt van, és kebelemben jó eszem is, nem akad hiba benne. Majd kivezetnek ezek, mert látom már, hogy a vész jön, s attól nem tud messze kerülni, vagy elmenekülni egy kérő sem, mind akik isteni hős Odüsszeusznak háza ölén most sértve kevélyen rosszat okoztak. Szólt, és már ment is ki a kényelmes palotából Peirajosz házához. Az őt szívesen befogadta. Hát egymásra kacsintva a kérők, most valahányan Telemakoszt bosszantották, kinevetve az ő két vendégét. És egyik a hegyke fiúk közül így szól, Telemakosz, nincs vendéglátó gazd, aki nálad rosszabbul járhat. Hisz ez itt csak csúnya csavargó, enni meg inni mohó, de a munkát nem nagyon érti, semmi nehéz dolgot, csak lézeng, terhe a földnek, és az a másik meg nekiáll jósolni jövendőt. Jobb, ha tanácsom megfogadod, hisz a hasznod is így több. Két vendéged a jó evezőjű hajóba bedobjuk, és Szikelosz néphez küldjük, remek áron eladjuk. Hát így szóltak a kérők. Ő nem ügyelt a szavukra szótalanul, csak az apját nézte, vigyázta szünetlen, hogy mikor is csap végre kezével a szemtelenekre. Szembe velük gyönyörű széket vitetett be a közbe Ikariosz lánysarja okosszívű Pénelopeia, s így hallgatta beszédét mindnek a férfi teremből. S ők készítgették, mulatozva nevetve az édes dús lakomát, miután áldozták bőven a barmot, mégsem lett lakomájuknál iszonyúbb a világon, melyet az istennő meg a bátor férfiú főzött ekkora kérőknek, kik előbb csúfosat cselekedtek. A 21. ének az íverseny. S most az eszébe vetette bagoly szemű Pallas Athéné Ikariosz lányának, okosszívű Pénelopeiának íjat tennie szürke vasat kérői elébe versenyül, és az ölést megkezdeni férje lakában. És ő a magas lépcsőn felső házába elindult. Izmos kézbe ragadta a kampós kulcsot, a szépet, mely részből készült, és elefántcsont volt a fogója. Belső terme felé sietett, vele mentek a lányok. Fölhalmozva feküdt ott kincse királyi urának, rész meg arany meg míves gonddal megkalapált vas, ott függött az a visszacsapó íj, és a nyilaknak tegze, amelyben sóhajütő sok veszélye várt már. Ezt Lakedaimonban neki egykor ajándokul adta Ifítosz Eurytidész, a haláltalanokra hasonló. Összekerültenek ők egymással Messénében, bölcsesző Orszilokhosz házában, amelybe Odüsszeusz kárpótlásért jött. Ez járt neki ettől a néptől. Messénébe ragadtak a jó evezői hajósok 300 birkát Itakából, pásztoraikkal. Értük szállt követül ki Odüsszeusz ekkor útra még Sihederként, mert küldötte az apja a savének. Ott járt Ifitosz is, ki keresve kutatta 12 eltűnt kancáját, szívós összvéreit akkor. És a lovak hozták a fejére a vészt meg a véget, mert miután az erős lelkű Zeus sarjhoz, a harcos Herakleszhoz elért, aki híres a nagy munkákról, az vendég létére megölte a háza ölében őt gonoszul, nem tisztelt Istent, s mit maga nyújtott néki, a vendégasztalt sem, de megölte a férfit és a patáslovakat, mind megtartotta magának. Még azokért járt ő, mikor összekerült Odüsszeusszal, s íjat adott neki Eurytöszét, aki ezt a fiára hagyta örökbe, midőn elhunyt a magas palotában. Éles kardot adott jó dárdát néki Odüsszeusz, mint első vendégadományt, de nem ültek az egymás asztala mellé, mert Zeus sarja előbb leütötte Ifitosz Eurytidészt,
a haláltalanokra hasonlót. Attól kapta az íjat Odysseus, és sose vitte hadba magával, hogyha elindult barna hajókkal, mint szeretett társ emlékét őrizte örökkön termeiben, s másut nem hordta, csak otthon a földjén. És hogy elért belső terméhez az isteni asszony, tölcs küszöbére fölállt ott, melyet hajdan a jóács mesterjén legyalult, azután csaptatta zsinórral, oldalfát tett rá, ragyogó ajtókat ezekre. Pénelopeia a szíjat elolta a zárt karikákról, és beleillesztén kulcsát széttolta a závárt és a reteszt. Úgy bődült az föl, mintha a réten nagy bika bődül föl, szép ajtaja ekkora zajjal zörrent kulcsa ütése alatt, szétnyíltak a szárnyak. Bent nagy emelvény állt, föllépett rá, azon álltak illatozó szép drága ruhákkal rakva a ládák. Ágaskodva emelte le végül az íjat a szögről, együtt fényes tokjával, mely jól borította. Ott azután le is ült, kedves térdére letette, éles hangon sírt, így húzta elő ura íját. S hogy gyönyörére betelt már sok könnyű zokogással, visszaerett a nemes kérőkhöz a férfi terembe, vitte kezében a visszacsapó íjat, meg a tegzet, mely sírást okozó nyilvesszőkkel tele volt már. Szolgálói vasalt kast hoztak utána, amelyben hős ura sok versenyszerszáma hevert, a vas és érc. És amidőn kérőihez ért le az isteni asszony, gondosművű tető pillérre tövébe megállott, és arca elé csillámló fájtlát vont a kezével. Szorgos szolga leány állt mindkét oldala mellé. Nyomban a kérőkhöz fordult, így mondta beszédét. Hallgassátok a szóm, ti nemes kérők, kik e háznak úgy nekiestetek, esztek is, isztok is itten örökké, mert rég távol időzik a gazda. De mondani mást már nem tudtok, sem egyéb ürügyet kitalálni, csak azt, hogy engem akartok mind elvenni hites feleségül. Rajta tehát, kérők, ha ilyen díj tűnik elétek, isteni hős Odysseus íját versenyre bocsátom, mert aki legkönnyebben tudja fölajzani íját, s mind a 12 fejsze fokán átlő a nyilával, majd ahhoz megyek én, elhagyva e hitvesi házat, mely pedig oly gyönyörű, telides, tele dús vagyonával, jól tudom én, álmomban is emlékezni fogok rá. Szólt, és Eumaioszt odahívta az isteni kondást, íját tennie szürkevasat kérői elébe. Könnyre fakadt, átvette, letette elébük a kondás. S látva az úr íját, a gulyás is sírt a sarokban. Antinosz rájuk förmett, szót szólva kimondta. Bamba parasztok, nem láttok messzebb ti a mánál, két nyomorult minek is pityeregtek az asszonyatoknak lelkét keblében bolygatva. Ez úgyis elég sok kín pénítja a lelkét, mert jó hitvese meghalt. Hát idebent némán egyetek, vagy sírjatok ott kin. Eltakarodva a házból, és hagyjátok az íjat áldatlan versenyre a kérőknek, mivel én azt nem hinném, hogy akadnak ki egykönnyen felidegzi, mert is ezek közt nincs olyan egy sem, mint amilyen volt bajnok Odysseus, kit magam is láttam szemeimmel, s emlékszem még rá, pedig akkor kisfiú voltam. Így szólt, ám közben kebelében a lelke remélte, ő lesz majd, aki fölhúrozza, s a sok vason átlő. És bizony ő lett az, ki megízlelhette először nyilvesszőjét hős Odysseusnak, akit lakomázva sértegetett a teremben, s ráuszította a többit. Télemakhoz meg ekképp szólt nékik szent erejével. Jaj, eszemet Kronidész Zeus már elvette egészen. Édesanyám azt mondja, pedig hát annyira józan, hogy feleségül megy máshoz, s elhagyja a házat, és én még nevetek buta szívvel, örülni tudok még. Rajta tehát, kérők, ha ilyen díj tűnik elétek, mint aminő asszonyt nem hordoz mást az Akhályföld, Argoszban, sem Mükénében, szentföldű Pűloszban, itt Itakában sem, sem a szárazföld televényén. Tudjátok ti is azt,
Minek is dicsérem anyámat? El ne odázzátok ti a versenyt, hosszon az íjnak ajzását, ne halasszátok, hadd lássuk a dolgot. Sőt, magam is megpróbálkoznám ebben az íjjal, tán fölhúrozom én, s a vasontán átfut a veszőm. Akkor anyám a királyné nem megy el innen a házból mással, hogy szomorodjam, tán majd nem hagy el engem, édesapám szép fegyvereit, ha emelni tudom már. Mondta, s a válláról bíbor köpenyét levetette, fölpattanva hegyes kardját is vette levéle. Sorban a fejszéket föl is állította, egy árkot ásva az összesnek hosszú csaptatta zsinórral, s feltöltötte körül. S elfogta a bámulat őket, mi gyönyörűen rakta ki, bár azelőtt sose látta. Majd a küszöbre került, és megpróbálta az íjat. Háromszor megrázta, magához húzni igyekvőn, háromszor kifogyott az erőből, bárha remélte lelkében, hogy még fölidegzi, s a sok vason átlő. S néki feszülve negyedszer, tán még megteszi végre, csak hogy Odysseus intett, s megfékezte a vágyót. Telemachosz pedig így szólt újból, szent erejével. Jaj, hát már hitvány leszek én, és gyönge ezentúl, vagy nagyon ifjú vagyok, s még nincs mit bízni karomban, hogy megvédhessem, ha viszályt kezd vélem akárki. Rajta tehát ti, akiknek nálam több az erőtök, próbáljátok ez íjat, döntsük már el a versenyt. Szólt, és lába elébe a földre letette az íjat, támasztotta eresztékes sima ajtófához, és oda tette a gyors veszőt is a szép karikához, s honnan előbb fölkelt, le is ült ismét a maszékre. S Eupeitész fia Antinosz szólt köztük eképpen. Rajta tehát, jobb kéz fele sorba haladva ti társak, ott kezdjétek a sort, hol a bort a kupákba betöltik. Így szólt Antinosz, s mindnek tetszett a beszéde, és legelőször Leodész, Oinopsz fia kelt föl. Oltárnézőjük volt ez, s hol a drága vegyítő állt, legbeljebb ült mindig, s neki volt csak a vétek gyűlöletes, korholta miatta elégszer a többit. Hát ő fogta először a gyors veszőt meg az íjat, és odaállt a küszöbre, s az íjat megpróbálta, s föl nem húrozhatta, mivel hamarabb belefáradt gyöngéd lágy keze. Így szólt ekkor a várakozókhoz. Én már nem feszítem ki, fiúk, vegye más a kezébe. Sok derekat fog még ez az íj megfosztani bátor lelkétől s a szívétől, csak hogy jobb odaveszni, mint noha élni tovább, de örökre lemondani arról, mind amiért vágyón és nap-nap után ide gyűlünk. Most csak akadt köztünk néhány, ki reméli szívében, hogy nőül veszi Pénelopét, Odysseus feleségét, ám ha az íjjal próbát tesz, s maga látja a dolgot, akkor csak kérjen meg más szép lelkű akhály nőt, sok jegyajándékkal, s menjen feleségül az ahhoz, kit neki sorsa jelölt, s ki a legtöbb kincset ígéri. Így szólt hát, s a kezéből újra letette az íjat, s támasztotta eresztékes, sima ajtófához. És oda tette a gyors veszőt is a szép karikához, s honnan előbb fölkelt, le is ült ismét a maszékre. Antinosz meg ráförmett, szót szólva kimondta. Leodész, mi szó szökkent ki fogatkerítésén? Rettenetes, kínzó, hallom, s már elfut a méreg. Azt mondod, hogy sok derekat megfoszt ez a fegyver lelkétől, csak mert te magad nem győzött erővel. Mert nem olyannak szült a világra anyád a királynő, hogy kifeszítsed az íjat, s jól tudj bánni a nyillal, majd a nemes kérők közül egy sebesen kifeszíti. Szólt, s kecskék őrzőjét hívta közelbe Melanteust. Rajta, Melantios, indulj! Rakj tüzet itt a teremben, tégy közelébe hatalmas széket, s gyapjat a székre. Hozz azután bentről egy jókora fagyú korongot, hogyha felolvasztjuk, megkenjük véle az íjat, ifjak, s majd nekivágunk, és befejezzük a versenyt. Szólt, lobogó lángot gyújtott bent erre Melanteus, tett közelébe hatalmas széket, s gyapjat a székre. Hozta a házból is ki a jókora fagyú korongot. Ekkor az ifjak fölmelegítették, de az íjat nem tudták kifeszíteni, mert erejük kevesebb volt. S Antinosz volt hátra csak isteni Eurómakosszal, kérők két vezetője, közöttük a legderekabbak.
Együtt mentek most ketten kifelé a teremből, Csordás és Kondás szolgálja a hős Odüsszeusznak, és nyomukba eredt a sokat tűrt isteni férfi. És amikor kívül jártak már udvaron ajtón, akkor hozzájuk mézédes szókkal ekép szólt. Csordás, és te kanász, megmondjam-e nektek a szómat, vagy pedig elrejtsem? De a lelkem szólani késztet. Harcolnátok-e érte, ha most valahonnan Odüsszeusz hirtelen így megjönne, egy istenség hazahozná? Kit védelmeznétek, a kérőket, vagy Odüsszeuszt? Lelketek és szívetek, mondjátok meg, hogyan érez. Erre a marhát őrző Csordás válaszul így szólt. Zeus atya, bárcsak-e vágyam teljesedésbe mehetne. Bár hazaérne, urunk, bár hozná vissza a daimon, meglátnád, hogy erőm mi nagy, kezeim se silányak. S Eumaiosz vele együtt kérte az égi lakókat, hogy házába a bölcs Odüsszeusz hazatérjen, elérjen. Ő meg a kettőnek látván őszinte szívébe, újra ekép fordult hozzájuk szólva szavával. Itt van már, hiszen én vagyok az. Sok bajnak utána értem 20 év elteltével az itthoni földre. S már látom, hogy a házam ölén egyedül ti örültök, szolgáim közt jöttömnek. Nem is ért a fülembe, hogy hazatérésem más így kérnék könyörögve. Hát, ami lesz, kijelentem nektek igaz szavaimmal. Isten a gőgös kérőket, ha megadja, levernem. Mindkettőtöknek feleséget, birtokot adva, házat emeltetek itt, közelemben, Stélemakhosszal, társak, testvérek lesztek ti előttem ezentúl. Lássátok, mutatok szemeteknek más bizonyos jelt, hogy rám ismervén bizalom keljen szívetekben sebb helyemet, mint a hófogú kanmart Autolykosznak sarjaival régen, hogy a Parnassosra siettem. Montas odébb tartotta a rongyait ekkor a sebről, s ők, hogy meglátták, s föl is ismerték az egészet, sírtak a bölcs Odüsszeusz körébé vetvén ki karjuk, és szeretettel csókolták a fejét meg a vállát. És nekik is fejüket, kezüket csókolta Odüsszeusz. Stán a napi zokogásuk közben szállt le az égről, hogyha Odüsszeusz így nem szól, s vele nem veti végét. Szüntessétek a sírást és a nyögést, nehogy egy is meglásson, ha kijön, s odabent elmondja a dolgot. Menjetek inkább egyenként a terembe, ne együtt. Én legelőbb, azután ti, a jel pedig ez legyen íme. Majd a kevés kérők közül egy sem lesz, aki hagyja, hogy nekem átadják a kezembe a tegzet, az íjat, ám de te, isteni Eumaiosz, hozd végig a házon íjamat, s a kezembe te add, és mondd meg a nőknek, termük jól ácsolt kapuit zárják el erősen, és a közülük jajt vagy zajt hal bárki a házból, férfiakét, zárt termünkből kapuhoz ne szaladjon, csak végezze a munkáját némán nyugalomban. És te, Filajtiosz, isteni férfi, vigyeld a parancsom, zárd el az udvari ajtót gyorsan, jól reteszeld el. Szolcs már lépett is be a kényelmes palotába, s onnan előbb fölkelt, le is ült ismét ama székre. S két szolgája a hős Odüsszeusznak ment be utána. Eurymachosz meg már fel alá forgatta az íjat, láng lobogása fölött melegítve, de hátrabíz így sem tudta feszíteni, és följajdult hősi szívében. Bosszankodva beszélt, azután szót szólva kimondta, jaj nekem, értetek is, magamért is martos a méreg, s annyira már nem a nász siratom, ha bánt az is engem, hisz van még sok akhánynő itt is a vízkoszorúst a szép Itakában, egyéb városban is épp elegendő. Ám de ha ennyire elmaradunk az erőnkkel Odüsszeusz karja mögött, hogy még felhúzni se tudjuk az íját, rajtunk akkor a szégyen a messzi utódok előtt is. Eupeitész fia Antinós szólt válaszul erre. Eurymachosz, sose lesz így. Meglátod magad is majd, hisz ma a nép közt épp emez Istennek van a szentelt ünnepe. Íjat most kifeszítene. Csak nyugalomban üljetek itt. De a fejszékettán hagyjuk a földben állni, hiszen nem fog hozzájuk nyúlni amúgy sem,
szép termébe ki lép Laertiades Odysseusnak. Rajta a töltögető járjon már körben a borral, hadd áldozzunk, s hagyjuk az ívelt íjat e napra. Hajnalban meg a kecskék pásztora hozza Melanteus hozzánk legszebben hízott gödőjét a nyájból, hogy híres nyilazó folybosznak combokat adva megpróbáljuk az íjat, a versenyt végbe vihessük. Így szólt Antinous, s mindnek tetszett a beszéde. Hírnökök öblítővizet öntöttek kezeikre, s minden borkeverőt feremig töltöttek az ifjak, s osztották az italt, áldozva előbb a pohárból. S miután áldoztak, s ittak, amennyit akartak, cselt szövegetve eképpen szólt leleményes Odysseus. Büszke királynő sok kérője, figyelj a szavamra. Hadd mondom ki, amit kevelemben sürget a lelkem. Eurymakoszt, meg az isteni Antimakoszt a leginkább kértem, mert úgy mondta a szót az imént, ahogy illik, hogy hagyjátok az íjat bízva az égi lakókban, majd ad az Isten reggel erőt, akinek csak akarja. Hagyjátok nekem is megfognom egy szép sima íjat, hogy veletek próbáljam erőm s a kezem. Van-e bennem még oly erő, mint hajlékony testemben a múltban, vagy már elsorvadt a bolyongásban s a nyomorban? Szólt, de bizony megbotránkoztak a többiek erre, mert féltek, hogy a jó íjat fölidegzi a vándor. Antinous meg ráförmett, szót szólva kimondta. Jaj, nyomorult idegen! Nincs már egy csöpp kis eszed sem. Hát nem örülsz, hogy büszke körünkben ilyen nyugalomban itt lakomázhatsz, nem koplalsz, és hallod a hangunk és a beszédünket. Nincs koldus, más idegen sincs társalgásunkat, kinek így hallgatni lehetne. Téged a mézizű bor sebzett meg. Másokat épp így megront, hogyha mohón nyelik, és mértéktelen isszák. Hírneves Eurytion Kentaurosz is egykor a bortól bódult el, házában a hőszívű Peirithosznak, hogy lapítákhoz látogatott. Borszállt a fejébe, s örjöngvén gonoszat mivelt házában a hősnek. Megharagudtak a bajnokok, és nekiestek, az ajtón vonszolták kifelé bősz érccel előbb lemetélve orrát és fülét, s ő bomlott ésszel utána bódult lelke miatt átkot hordozva bolyongott. Kentaurok s lapíták így kezdtek háborúságot. Ám de magának okozta a legtöbb bajt az a részeg. Éppen ilyen nagy bajt jóslok neked is, ha az íjat megfeszíted. Sose számíthatsz azután kegyelemre itt, a mi községünkben, mert mi a barna hajóban majd Eketoszhoz, az emberkínzó szörnyű királyhoz küldünk el, s onnan sohasem menekülhetsz. Csak így áll hát csöndben, az ifjabbakkal már ne akarj vetekedni. Válaszul így szólt most az okosszívű Pénelopeia. Antinous nem igazságos, sose szép, hogy a kedvét Szegda fiam vendégének ki betért palotánkba. Tán ha Odysseus roppant íját jól fölidegzi, bízva a karjában s erejében most ez a koldus, azt hiszed, elvisz majd engem, s elvesz feleségül. Ezt a reményt ugyan ő maga sem táplálja szívében. Hát ne akadjon olyan kérő, ki ezért a szívében bosszússal lakomáznék itt. Sose volna ez illő. Néki meg Euromachos, Polybosz fia adta a választ. Ikarios lánysarja, okoszívű Pénelopeia, nem hisszük, hogy a férjed lesz, hiszen ez nem is illő. Csak hogy szégyeljük, ha kicsúfol a férfi az asszony, mert még így szólhat rólunk egy akháj kis ilányabb, ó, beerőtlenek óhajtják feleségül a bajnok nőjét. Szép kicsiszolt íját fölajozni se tudják. Egy jövevény koldus pedig eljött erre bolyongva, s könnyen fölhúrozta az íjat, a sok vason átlőtt. Így szólhatnának, s mireánk zúdulna a szégyen. Válaszul így szólt most az okosszívű Pénelopeia. Eurymakosz, hisz a községben jó híre amúgy sem kelhet azoknak, akik fölemésztik a nagyszerű férfi házát. És azután ez miért is lenne gyalázat, mert is tagba szakadt és jó nagy termetű férfi és nemes ember gyermeke ő azt vallja magáról. Adjátok neki hát a nagy íjat, lássuk a dolgot. Íme kimondom a szót, és így megy teljesedésbe.
hogyha segíti Apollón, és fölidegzi az íjat, inget adok neki én köpenyeggel, drága ruhákkal, jóhegyű hosszú gerejt a kutyák meg az emberek ellen, és vele kétélű kardot, talpára sarukat, és odaküldöm előtt, hova vágyik a szíve lelke. Erre a jóeszű Telemakosz neki válaszul, így szólt. Nálam, anyám, joga több nincs senkinek ehhez az íhoz. Annak adom, kinek óhajtom, s attól tagadom meg. És aki csak sziklás itakán gyakorolja uralmát, vagy bármely szigeten szemben lovas éliszi tájjal, egy sem tarthat erővel vissza. Ha úgy akarom, hát néki örökbe adom, hogy hordja magával az íjat. Hát a szobádba eredj, s munkáddal foglalatoskodj, rokka legyen gondot, s a szövőszék szolgaleánynak osz munkára parancsot, az íj meg a férfiaké lesz, és legelőbb az enyém, aki úr vagyok ebben a házban. Megdöbbenve vonult termébe az isteni asszony, mert a fiú okos intelmét befogadta szívébe. Szolgaleányaival felsőházába vonulva drága uráért sírt, Odüsszeuszért, míg csak az édes álmot nem borította a szemhéjára Athéné. Közben a hajlott íjat vitte az isteni kondás, s rárivalogtak a kérők ekkor mind a teremben. Egyik a fenéjázó ifjak közt imígyen szólt. Hely, te szerencsétlen kondás! Hova mégy te az íjjal? Mondd, te csavargó! Hisz disznók közt fürge kutyáid gyorsan fölfalnak, jó távol, hogyha Apollon nékünk kedvez majd, meg a többi haláltalan isten. Így szóltak, mire ő ott helybe letette az íjat, mert megijedt, amiért oly sok dühös ifjú rivalt rá. Csak hogy más oldalt meg Telemakhoz fenyegette. Vidd csak az íjat, apó! Sose jó mindenki szavára hallgatnod, mert bár ifjabb vagyok, innen a rétre üzlek, meghaigálva kövekkel, mert van erőm rá. Bár csak erősebb volnék, nem csak nálad, az összes kérőknél is, akik palotámnak ölén vigadoznak. Néhányat hamar elkergetnék csúfosan innen házunkból haza, mert mind csak gonoszat szövögetnek. Szólt, mire mind édes nevetésre fakadtak a kérők, és immár Telemakoszra nem is haragudtak erősen. És Eumaiosz az íjat vitte tovább a teremben, s hős Odüsszeusznak tette kezébe, megállva előtte. Majd odahívta Eszókkal a dajkát, Eurükleiát. Telemakosz kívánja okos szívű Eurükleia, jól ácsolt kapuit, hogy zárjad el itt a teremnek, és ha a nők közül egy hal jajt vagy zajt idebentről férfiakét, zárt termünkből kapuhoz ne szaladjon, csak végezze a munkáját némán, nyugalomban. Így szólt, és az anyó szava szárnyatlan maradott már. Mind elzárta a kényelmes termekben az ajtót. Erre Filojtiosz is kiuson szép csöndben a házból, jól elzárta kerítés végen az udvari ajtót. Kettős ívű hajónak sás köteléke hevert ott oszlopok aljában, vele jól bekötözte az ajtót, s ment be. Ahonnan előbb fölkelt, le is ült, ama székre, s nézte Odüsszeuszt. Ez meg már forgatta az íjat, és föl alá forgatva figyelte, körül tapogatta, szó nem rágta-e meg szaruját, míg távol időzött. S volt, aki így szólt köztük a szomszédjára tekintve, ennye beérthet az íjhoz, mi ravaszul tapogatja. Tán bizony otthon ilyen van néki a háza ölében, vagy készíteni kíván épp ilyet, és a kezében erre meg arra azért forgatja a csúnya csavargó. Másik a fennhéjázó ifjak közt meg ekép szólt. Bár a szerencséjét is akép lelné föl az útján, mint ahogyan föl tudja az íjat majd idegezni. Hát így szóltak a kérők. Ám leleményes Odüsszeusz nyomban, amint fölemelte az íjat, megtapogatta. És mint aki nagyszerű énekmondós, ért is a landhoz, és könnyen kifeszíti a húrt, új szegre csavarva, és a jubélt mindkét oldalt megerősíti szépen, úgy idegezte föl azt, nem erőlködvén, nagy Odüsszeusz. Próbát tett azután, jobb kézzel nyúlva a húrhoz. Fölzendült, s mint fecskéjé szép hangja olyan volt.
Bosszankodtak a kérők, szörnyen mindnek a színe megsápadt. Zeus jelt mutatott, dörgött a magasból. Örvendett ezután a sokat tűrt isteni férfi, hogy csodajelt küldött a ravasz Kronos égbeli sarja. Fogta a gyors nyilvesszőt, mely mellette kihúzva asztalon ott feküdött, öblös tegezében a többi várt, de hamar meg kellett még ízlelniük azt is. Hurra helyezve rovátkáit most vonta magához, s még ugyanonnan a székéből célozva szilárdul lőtte ki azt a nyilat, s egyetlen fejsze fokát sem tévesztette elő, hanem átsúgott valamennyin részterhes nyila. Ő pedig így szólt Telemakoszhoz. Telemakosz, nem hoz vendéged rád a teremben szégyent. Nem vétettem a célt el, az íj idegével sem bajlódtam hosszan, erőm sértetlen egész még, épp nem olyan, mint becsmérelve gyaláztak a kérők. Most pedig itt az idő vacsorát készíteni nékik napfényben, s azután még máshogyan is mulatozni táncol, lancóval, mely a víg lakomák koronája. Így szólt, intve szemölddel, s jó karját felövezte Telemakhoz, kedves fia isteni hős Odüsszeusznak, s drága kezét kelevéze köré kulcsolva közelben állt meg a trónszéknél, ragyogó ércmezbe takartam. 22. ének. A kérők megölése. Rongyait elhajította a sok leleményű Odüsszeusz, s nagy küszöbére szökelt, markolva az íjat a tegzet, mely nyillal teli volt, gyors vesszőit meg a földre szórta a lába elé, s kérők közepette ekép szólt. Ennek az áldatlan versenynek vége szakadt már. Most más célt keresek, mire ember még sose célzott, hát ha sikerre jutok, s diadalt ad nékem Apollóm. Szólt, s keserű nyillal célzott hamar Antinószra. Az pedig éppen a drága kupát készült fölemelni, kétfülű szép színarany kelyhet forgatta kezében, hogy bort ízleljen, nem járt a halál a fejében. Hisz gondolni ki tudna olyat, hogy a sok lakomázó közt egyetlen férfi, akármi szörnyű erős is, ráküldhesse a csúnya halált meg az éjszínű véget. Slám Odüsszeusz átlőtte a vesszőt mégis a torkán, gyenge nyakán másoldalt jött ki az érchegyű vesző. Félrehanyatott is a pohár kiesett a kezéből nyomban, s dőlt ki az életevére azonnal az orrán vastag bősugarában. Az asztalt fölborította, lábával fellökve, az ennivaló legurult mind, mocskos lett a kenyér meg a hús, zsivajogtak a kérők végig a termeken át, hogy látták társuk elestét, fölpattantak a székükből, szaladoztak a házban, fürkészték a szilárd falakat mindenfele nézve, s nem leltek pajzsot, jó dárdát kézbe ragadni. Hát Odüsszeuszt haragos szavaikkal ekép fenyegették. Hé, idegen, vestedre nyilasztál férfi seregbe, nem vár több verseny, kész már meredek veszedelmed, lám lenyilasztod a legderekabb fiatal daliánkat itt Itakában, ezért lész most kesejük lakomája. Így szólt mindegyikük, hiszen azt vélték, akaratlan ölte meg azt a vitézt. Nem vették észre a balgák, hogy veszedelmi hurka fonódott már a nyakukra. Görbén fölfele nézve beszélt leleményes Odüsszeusz. Hely, ti kutyák, azt hittétek, hogy már sose térek Trója alól haza én. Hát így nyírtátok a házam, együtt háltatok itt szolgálóimmal, erővel. Még éltem, s feleségül akartátok feleségem. Nem féltétek az isteneket, kik az égbe lakoznak, s nem retteg, vagy egyszer elérhet az emberi gáncs is. Most a halál hálóját hurkolom én nyakatokra. Így szólt, és elfogta a sápat félelem őket. Körbe tekintgettek ki, hová menekülhet a vészből, s csak maga Eurymakosz volt az, ki felelt a szavára. Hát ha te vagy, ki megérkeztél Itaké Odüsszeusza, akkor igazsággal mondod, hogy a bajnok akhályok házadban s mezeidben sok gonoszat cselekedtek. Csak hogy már itt fekszik az összes kár okozója, Antinósz, hisz mindezeket csak is ő cselekedte, és nem is annyira házasságot akart a szívében, mást inkább, mit néki Kronion úgysem adott meg. Jól épült Itaké fejedelme, hogy ő maga légyen, és fiadat neki cseltvetvén meg akarta öletni. Íme elérte a végzete már. Kíméld a te néped.
és mi a községben gyűjtünk majd kincseket össze, és mit elettünk, ittunk, itt a tetermed ölében kárpótlunk érette, fejenként 20 ökör érő jó rezet és aranyat hordván ide, míg csak a szíved nem melegül föl, s addig nem vétek, ha haragszol. Görbén fölfele nézve felelt leleményes Odüsszeusz. Eurymachos, ha ti mindazt, amit csak apátok örökbe nektek adott, nekem adnátok, s még többet is annál, még akkor se pihenne kezem meg az öldökölésben, csak ha a kérők dőféért mind megfizetek már. Most választhattok, mit akartok, küzdeni vélem, vagy menekülni, ha lesz, ki a vészt el tudja kerülni, ám meredek veszedelme elől, hiszem, egy se menekszik. Szólt, mire mindnek a térdes, a kedves szíve elernyett, s Eurymachosz kezdett most újra beszélni közöttük. Kedveseim, győző kezeit sose fékezi már ez, most, hogy a szépre csiszolt íjat fölemeltes a tegze csima küszöbről, addig lő majd, míg csak e házban mindünket le nem öl. Szánjuk hát harcra magunkat, ráncsátok ki a kardotokat, s tartsátok az asztalt pajzsul a gyorsan ölő nyilak ellen. Sűrű sereggel törjünk rá, a küszöbről tán még visszaszorítjuk, s akkor tán kijutunk, zajt verve a városi nép közt. Úgy esett, hogy utolszor lőtte nyilát ez az ember. Így szólt, és rántotta ki nyomban a jóhegyű kardot, kétélűt, ércből kalapáltat, s már nekirontott szörnyű kiáltással. De Odüsszeusz lőtt ugyanakkor, s Eurymachosz mellét csecse mellett verte keresztül, és májába hatolt be a gyors nyíl. Kardja kezéből hult le a földre, s az asztalon át maga is lehanyatlott, meggörbedve bukott le. Gurultak a földre az étkek és kettős kelyhek. Homlokkal verte a földet, míg ott kínlódott, s közben két lábbal a széket rúgva vonaglott, majd a szemére omolt a sötétség. Amphinomosz meg akarta rohanni a bajnok Odüsszeuszt, szembeszaladt vele, éles kardját rántva ki, hát ha visszaszorítja az ajtótól. Csak hogy megelőzte Telemachosz, hátulról dobva ki ércegyű dárdát válla közé, s átfúrta a dárda egészen a mellét, döngve zuhant le azonnal, a homloka verte a földet. Telemachosz meg elugrott, és ott hagyta a dárdát Amphinomoszban, mert félt, hogyha kihúzni akarná hosszú árnyékú kelevézét, még egy akháj hős néki szökel karddal, vagy még lehajol, neki is sújt. Indult futva, elért szeretett apjához azonnal, oldala mellé állt, s hozzá szárnyas szavakat szólt. Édesapám, hozok én két dárdát, pajzsot azonnal és sisakot, tömör ércű halántékodra simulót, s mentemben felöveszkedem én, s a gulyást meg a kondást fölszerelem, mert jobb fölfegyverkezve csatázni. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Hozd, de szaladj, míg védelmemre nyilam van elég még, mert ha magam maradok, leszorítanak ők a küszöbről. Szólt, és Telemachosz hajlott jó apja szavára, s ment a szobába, ahol sok híres fegyvere függött. Négy pajzsot leemelt onnan, 8 jóhegyű dárdát, s 4 lószőr tarajos sisakot, mint nagyszerű ércből, indult, s vitte, elért szeretett apjához azonnal. És legelőször is ő maga kapta magára az ércet, két szolgája is így bújt szép fegyverbe, utána s bölcsszívű, tarkeszű Odüsszeusz körébe odaálltak. Az meg, amíg volt nála elég nyíl védekezéshez, folyton egy-egy kérőt vett célba a háza ölében, s egyik a másik után fordult föl hulva halomba. Majd amikor kifogyott a király nyila már a csatában, íját akkor a jól épült terem oszlopa mellé támasztotta a tündöklő falnak neki döntve, s négyrétű pajzsot borított vállára azonnal, hősi fejére pedig kitűnően vert sisakot tett, lóforgósat, fönt a sörény félelmesen ingott, s fogta a két bátor kelevészt, érccel díszítettet. Volt az erős falon egy mellékajtó a magasban, messzebb már, végső párkányánál a teremnek, ott elzárta a szűk folyosó útját ez az ajtó. Ezt szemmel tartotta Odüsszeusz rendeletére Eumaiosz, mert egy följáró vitt csak odáig. És most
Agelaos szólt amazok közt, minthez Eszókkal. Kedveseim, nem akadnak ki, ott fönt tudnak kijutni, és szólhatna a népnek, lármát verne azonnal. Úgy esett, hogy utolszor lőtte nyilát ez az ember. Néki a kecskék pásztora így szólt erre, Melanteus, isteni Sari Agelaos, nem lehet? Ott van az udvar szörnyű közel, s a kijárata keskeny a szűk folyosónak. Ott egy erős ember mindünket visszaszoríthat. Rajta viszont hozok én nektek fegyvert a szobából, vértet is ölthettek, is akad bent. Nem hiszem én, hogy máshova rakták volna Odysseus és Delisarja. Szólts már lépdelt föl, kecskék őrzője Melanteus át a terem résén kamarái felé Odysseusnak. Vitt onnan ki 12 pajzsot, jó kelevészt is, és érces sisakot, lószörtarajút ugyanannyit. Indult vissza, s a kérőknek tüstént odaadta. Ekkor Odysseus térde, s a kedves szíve elernyett, látva, miként bújnak fegyverbe kezükkel a hosszú dárdát, mint rázzák, most látta nehéznek a harcot. Telemakoszhoz fordult hát, szárnyas szavakat szólt. Telemakosz, valamely szolgáló itt a teremben csúnya csatát készít mi nekünk, vagy a szolga Melanteus. Erre a jóeszű Telemakosz neki válaszul így szólt. Édesapám, bizony én vagyok itt nem más, aki vétett, mert hisz a tárház ajtót el nem zártam, a szépen záródót, és egy ügyes kém ezt közülük kitalálta. Menj jó, Eumájos, zárd jól el az ottani ajtót, és tudd meg, melyik asszony vitte sikerre a dolguk, vagy tán, mint sejtem, Doliosz fiú sarja, Melanteus. Ők egymáshoz ilyen szavakat hallatva beszéltek, közben a kecskék pásztora indult újra Melanteus, hogy szép fegyvereket hozzon. Meglátta a kondás, és Odysseushoz, a szomszédjához azonnal ekép szólt. Isteni sarj, Laertiádész, leleményes Odysseus! Ott megy a bajkeverő ember, kire mind gyanakodtunk újra a tárházhoz. Mondd hát meg igaz szavaiddal, ölje-e meg, ha fölébe tudok kerekedni, azonnal vagy hozzam hozzád, hogy megbüntessed a dőfért és a gonoszságért, mit a házadban követett el. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Én és Telemakhoz majd féken tartjuk a büszke kérőket termünkben, akárhogy törnek előre. Mi ketten ti kezét és lábát hátra csavarva dobjátok be a tárházba, s bekötözve az ajtót húzzátok föl jól a magasba, fonott kötelekkel, oszlopon át a gerendáig vonjátok egészen, éljen csak hosszan, szenvedje a rettenetes kint. Szólt, s nagyon is hallgattak rá, tették a parancsát, mentek a tárházig, s ott elrejtőztek előle. Fegyvereket kutatott az a tárház mély zugolyában, ők meg a két ajtó félfánál lesbe fölálltak. És mikor épp a küszöbre került, igyekezve Melanteus, egy kézben gyönyörű tarajos sisakot cipelve, másikban meg öreg pajzsot, mint a rozsda borított, ezt hős Laertész hordozt, amikor fiatal volt, most elhagyva hevert szíján foszlott ki a varrás, akkor ezek nekiestek, s hurcolták a hajánál fogva megint be, s a megkínzottat a földre vetették, és a kezét lábát kínzó kötelékbe kötözték, hátra csavarva erősen, ahogy meghagyta parancsát Laertész fiú sarja sokat tűrt fényes Odysseus. S jó sodrott kötelekkel húzták őt a magasba, oszlopon át a gerendáig vonták föl egészen. Majd pedig Eumájosz kondás szurkáltad Eszókkal. Most azután itt őrködhetsz már végig az éjben. Jó puha fekhelyeden te, Melanteusz, úgy, ahogy illet. És ködből születő hajnalt, ha az okeánosból kél, az aranytrónút. Nem véted el, úgyis olyankor hajtasz a kérőknek kecskéket a házba ebédre. Így ez kín okozó gúzsban kifeszítve maradt ott, s ők elzárva a fénylő ajtót, s újra a vértbe bújva siettek vissza a tarkaeszű Odysseushoz. Bent haragott lihegőn álltak mind, ott a küszöbnél ők négyen, s mélyen a teremnek a sok nemes ember. S jött közelükbe egészen Zeus lánysarja Athéné, Mentoréhoz volt az alakja, s a hangja hasonló. És Odysseus megörült, mikor őt meglátta, s ekép szólt. Mentor, védelmezz!
Ne feledd el a drága barátot, hisz sok jót tettem veled én, és együtt növekedtünk. Szólt megsejtve, hogy ő népkeltő Pallas Athéné. Más részén a teremnek meg zsivajogtak a kérők. Szólt legelőbb fenyegetve Damastorides Agelaos. Mentor, rá ne vegyen valahogy még téged, Odysseus, hogy te a kérők ellen küzdj, s őt védd a csatában, mert ez a szándékunk, s hiszem így megy teljesedésbe, majd ha megöltük e kettőt itt, az apát a fiával, köztük pusztulsz el magad is, ha ilyesmi a terved, s ezt akarod mívelni, fejeddel megfizeted majd. És ha erőtöket elvesszük már fegyvereinkkel, minden birtokodat palotádban s kinn a mezőkön egybekeverjük Odysseuséval, s házad ölében élni a lányaid, és fiaid sem fognak ezentúl, s hű feleséged sem járkél majd itt, Itakában. Szólt, és a szívében Athéné jobban megharagudva szólt haragos szóval, korholta keményen Odysseust. Nincs meg a teljes erőd, Odysseus. A szíved sem olyan már, mint mikor isteni sarjért, hókarú szép Helénéért hosszú 9 évig verekedtél folyton a trósszal. Sok férfit döftél le a rémületes viadalban, és Priamos várát a te terved vette be végül. S most, mikor itthon vagy palotádban, a birtokait közt nincs meg erőd, nyöszöröksz, s emezekkel szembe se szállasz. Rajta, barátom, most állj mellém, s nézd meg e munkát, hogy meglásd, mit is ér, ha reátör a rosszakarókra, mentor, Alkimidész, hálásan az egykori jókért. Szól, de bizony döntő győzelmet még nem adott ő, csak bátorságát és erejét próbálta ki ekkor bajnok Odysseusnak és Odysseus fejedelmi fiának. Ő maga fölröppent a terem kormos tetejére, s fecskemadárként ült le, a füstbe futott a gerendán. Buzdította a kérőket most hős Agelaos, Eurynomos, s vele Amphimedon, Démoptolemosszal, Speisandros, ki Polyktor sarja, Vitész Polybosszal. Minden kérők közt ők voltak a legkitűnőbbek, mind valamennyi között, akik életükért verekedtek, mert hisz a többit az íj meg a sűrű nyilak leikázták. S most Agelaos szólt amazok közt, minthez eszókkal. Kedveseim, győző kezei csak fékezi már ez, lám mentor is odább állt, már csak üres szavakat szólt, és azok ott a küszöb közelébe magukra maradtak. Hát ne is együtt vessétek most rájuk a dárdát, csak ti hatan legelől. Hát, hogyha megadja a nagy Zeus, hogy leterítjük Odysseust és a miénk a dicsőség, mert hisz a többivel úgy sem marad már gond, ha az elhull. Szólt, mire mind kelevést hajítottak hajtva szavára, csak hogy a dárdákat mind félreütötte Athéné. Egyik az ajtófélfát verte keresztül az ércel, másiknak dárdája a jó ajtóba csapódott, s volt ki a falba ütötte csupán kőris kelevézét, és hogy a kérők sok gerejét már így kikerülték, köztük eképpen szólt a sokat tűrt isteni férfi. Kedveseim, rajtunk van a sor már, hogy kihajítsuk dárdáinkat ezekre, akik minket le akarnak mészárolni, sok eddigi gaztettük tetejébe, szólt, mire mind céloztak jól, s azután kivetették jóhegyű fegyverüket. S Démoptolemoszt, nagy Odysseus, Euryádészt, hős Telemakhosz, s Elátoszt, meg a kondás, Peisandroszt, meg az ökrök pásztora küldte halálba, s ezek ott mindnyájan a roppant földbe haraptak, míg hátrálva futott a terem sarkába a többi. Ők odaszökkentek, húzták ki belőlük a dárdát. Jóhegyű sok kelevést dobtak most újra a kérők, csak hogy a legtöbb láncsát félreütötte Athéné. Egyik az ajtófélfát verte keresztül az ércel, másiknak dárdája a jó ajtóba csapódott, s volt ki a falba ütötte csupán kőris kelevézét. Télemakhosz csuklóján Amphimedon keze ejtett könnyű sebet, bőrét horzsolta az érchegyű dárda. Eumaioszt hosszú kelevézzel vállon ütötte pajzsa fölött Ktesippos, a földre esett le a dárda. Ők meg a böldszívű, tarkelszű Odysseus közeléből dobták újra a kérő rajra a jóhegyű dárdát.
Eurydamást megdobta a várdóló nagy Odysseus, Amphimedont hős Telemakhoz, Polyboszt meg a kondás, Ktészipposzt meg a csordás verte keresztül, utána mellén sújtva meg őt, azután dicsekedve ekép szólt. Ó, Polyterszés sarja, te híres nagy csúfolódó! Hagyd el a nagy szavakat máskor, bíz isteneinkre mindent, és ne az őrületedre, hisz ők derekabbak. Íme viszonzást kapsz az ökörlábért, amit adtál isteni hős Odysseusnak, amint koldult a teremben. Míg ezt mondta az ökrök pásztora, addig Odysseus nagynyelű láncsával megszúrta Damasztoridészt is. Telemakhosz, Leokritos, Euineor fia ellen dobta az érckelevést, s lágyékát verte keresztül, az pedig arcra zuhant, és homloka verte a földet. Emberölő pajzsát végül fölemelte Athéné fönt a terem tetején, mind megrettentek a kérők. Fölle szaladtak a házban, akár tehenek, ha bögöly száll hátukra, csapongvas a csordát kergeti körbe, szép tavasz évadján, amikor megnyúlik a nappal. Ők meg, akár kampós csőrű, karmos kesejük, ha jönnek a bércekből, s rácsapnak a kismadarakra, melyek a felhőkből menekülve a síkra suhantak, csak hogy azok rájuk csapnak, s mind védtelen elvész nem szabadul, s aki látja, örül, mert szépe vadászat, így estek neki ők is a kérőknek, s a teremben öldöstek mindenfele, hangzott csúnya nyögésük, míg a fejük beszakadt, spárolgott vérrel a föld is. Leiódész Odysseushoz inalt, átfogta a térdét, és könyörögve beszélt hozzá szárnyas szavakat, szólt. Térded ölelve könyörgök, Odysseus, légy kegyelemmel. Én soha nem műveltem a házad ölében a nőkkel rosszat, sem szóval sem tettel, sőt, lebeszéltem mindig a többieket, aki így kíván cselekedni. Nem hallgattak rám. Sose tartózkodtak a rossztól, ostoba vétkeikért a gonosz sors őket elérte. Én oltárnéző vagyok, és elesem velük együtt ártatlan, ha a jótettnek nincs semmi jutalma. Görbén fölfele nézve felelt leleményes Odysseus. Hogyha a látójuk voltál, amivel dicsekedsz most, sokszor imádkoztál bizonyára e férfi teremben, hogy hazatérésemnek az édesnapja ne jöjjön, s hogy hozzád menjen, s te neked szűjön, feleségem. Hát a goromba haláltól most te se fogsz menekülni. Így szólt, és izmos kézzel fölemelte a kardot, melyet imént ejtett le a haldokló Agelaus lába elé, s a nyakát megcsapta középen a karddal. Még szava hangzott, és feje már gördült a homokban. Terpiádész dalnok kikerülte az éjszínű véget, Fémiosz az kidalolt a körükben kényszerűségből. Ő odaállt, éles szavú lantját tartva kezében ahhoz a hátsó ajtóhoz. Szíve kétfele oszlott, vajon osonjon-e nagy Zeus oltárához a házból, s üljön-e arra a kőre az udvarban, mint Odysseus, s Laertész sok ökörcombját égette az égnek, vagy térdét kulcsolja-e át, odafutva a hőshöz. Töprengett, s azután úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Térdét fogja ölelni az isteni hős Odysseusnak. Ekkor az öblös lantot a földre letette a borral telt vegyítővödör és az ezüstszögű szék közelébe. Ő meg Odysseushoz pattant, megölelte a térdét, és könyörögve beszélt hozzá szárnyas szavakat, szólt. Térded ölelve könyörgök, Odysseus, légy kegyelemmel, mert magad is megbánod majd, ha megölted a lantost, engem, az istenek és a halandók énekadóját. Én a magam tanítója vagyok. Lelkembe az Isten mindenféle dal ösvényét ültette. Hiszem, hogy téged, mint Isten zenglek, ne akarj lenyakazni. Telemakhosz kedves fiad is megmondja, hogy így volt. Nem haszonért jártam palotádnak ölébe, nem önként, hogy kérők lakomáj után kedvükre daloljak. Többen voltak, erősebbek, s idehoztak erővel. Télemakhoz hallotta-e szókat szent erejével, s oldala mellett álló hős apjához ekép szólt. Állj meg! Az ártatlant hegyes érccel meg ne sebezzed.
s mentsük véle Medont is, a hírnököt, őt, aki engem még kicsi gyermek voltam a házban, mindig is ápolt, hogyha ugyan le nem ölte Philoetios őt, vagy a kondás, vagy te beléd nem botlott, míg föl alá viharoztál. Szólt, és ezt meghallotta Medon is, a bölcsesű hírnök, mert ő széke alatt bújt meg, s a fejére ökörbört frissen nyúzottat borított, hogy a vészt kikerülje. Nyomban előugrott, levetette azonnal a bőrt is, Telemachoshoz pattant és megölelte a térdét, és könyörögve beszélt hozzá, szárnyas szavakat szólt. Itt vagyok, édesem én, könyörülj, és mondd meg apádnak, kárt ne tegyen bennem hegyes érccel, hős erejével, felbőszülve a kérők ellen, kik palotáját és vagyonát nyírták, és balgán semmibe vettek. Elmosolyodva felelte a nagy leleményű Odysseus, bátorság a fiam megmentett, megszabadított, lásd meg a lelkedben, s majd mondd el másnak is aztán, hogy sokkal jobb ám jót, mint gonoszat cselekedni. Menjetek innen az öldöklésből, s kívül az ajtón ülj le az udvarban, te is, és az a sokdalú lantos, még idebent el nem végzem mindazt, ami rám vár. Szólt, mire mentek is ők ketten kifelé a teremből. És a hatalmas Zeus oltára elé telepedtek, vizsgán néztek szét, várták a halálukat egyre. Vizsgán nézett szét Odysseus is bent, lele férfit még, aki éltét lopva kerülgeti éjszínű végét. S látta, hogy ott fekszik már mindjük a vérben, a porban együtt szörnyű sokan, valamint a halak sokaság, amelyet az ősztengerből mind kifogott a halásznép, sokszemű hálóval, s az öböl partjára vetett ki. Mind a fövenyben hányódnak, s vágyódik a vízbe, életüket míg el nem orozza a tündökölő nap. Így omlottak a kérők ott, egymás tetejébe. Telemachoshoz ekép szólt most leleményes Odysseus. Telemachosz, szólítsd be a dajkát, Eurükleiát, hadd mondok neki már egy szót, ami nyomja a lelkem. Szólt, és Telemachosz hajlott jó apja szavára, megzörgette az ajtót, és odahívta a dajkát. Gyerbe, te régszületett dajkánk, ki a szolgaleányok munkájára ügyelsz mindig palotánknak ölében. Jöjj ide, hív az apám, valamit most mondani kívám. Így szólt. És az anyó szava szárnyatlan maradott már, és kinyitotta a kényelmes terem ajtaja szárnyát, és indult be, és az apja felé bevezette az ifjú. És a megölt tetemek mellett ott lelte Odysseust véresen és csatamocskoltan, valamint az oroszlánt, mely marhát falt föl, s most lép ki a marha akolból. És az egész szügye és mindkét oldalt a pofája vértől elborított, ránézni is oly riadalmas. Így borította a vér Odysseus lábát és a kezét is. Hát mikor ez meglátta a holtakat és a kifolyt vért, már készült rivalogni, hiszen nagy volt ez a hőstet, csak hogy az újongását megfékezte Odysseus, és őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Csak lelkedben örülte, anyó, fékezd a rivalgást, mert elhult Daliákon az újongás kegyeletlen. Isteni sors és sok gaztettük igázta le őket, mert is a földi halandók közt senkit se becsültek, sem nemeset, se silányt, ha körükbe akárki vetődött. Ostoba vétkeikért a gonosz sors őket elérte. Rajta sorolt föl a nőket most nekem itt palotámban, engem, kik nem tisztelnek, s kik a bűntelenek. Mond. Eurükleia, a kedves dajka felelt neki erre. Kedves gyermekem, elmondom, mi a tiszta igazság. 50 szolgáló nő él a te házad ölében. Mindezeket munkán munkálni mi megtanítottuk, és gyapjat gyaratolni viselni a szolgai sorsot. Szégyen teljes tetre 12 vetemettek, engem sem tisztelve, de még őt, Pénelopét sem. Telemachosz nemrég nőtt fel, s nem hagyta az anyja, hogy rendelkezzék a leányokkal palotádban, s most hadd menjek föl ragyogó termünkbe, s a nődnek hadd szóljak,
kire álmot küldött ime egy isten. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Még ne riasszad fel, csak hívd a terembe a nőket, mindazokat, kik idáig olyan csúfosat cselekedtek. Így szólt, és az anyó indult, ment végig a termen, hogy hírt adjon a nőknek, azonnal küldje be őket. És Odüsszeusz a fiát, az ökörpásztort meg a kondást szólította magához, ilyen szárnyas szavakat szólt. Hordjátok ki a hullákat, noszogatva a nőket, hogy vegyenek részt ebben, s tisztítsák meg az ékes székeket, asztalokat vízzel, lukacsos szivacsokkal. És ha házat már elrendeztétek egészen, hajtsátok ki a szolgálókat a drága teremből, udvari szép kerítés meg a félszer közti darabra, hosszú hegyű karddal kaszaboljátok valamennyit, míg lelkük kiröpül, s Afroditét elfeledik már, kit bírtak, hogy a kérőkkel titkon közösültek. Szólt, és jöttek a nők mindnyájan sűrű csoportban szörnyű jajongással bőséges könnyeket vontva. És legelőször az elhultak tetemét hordták kis elkerített udvar szép tornácára letették egymásnak tetejébe, ahogy kijelölte Odüsszeusz, ő maga sürgetvén hordták hát kényszerűségből. És azután a nagyon szép székeket és a sok asztalt sorban megmosták vízzel, lukacsos szivacsokkal, s télemakhoz meg a csordás és a kanász kaparókkal szép díszes palotájuk földjét elsimították. És minden szemetet pitvarba leraktak a lányok, és miután már mindent elrendeztek a házban, hajtották ki a szolgálókat a drága teremből, udvari szép kerítés meg a félszer közti darabra, egy szegletbe, ahonnan nem volt semmi menekvés. Köztük a jóeszű Telemakhosz kezdett a beszédbe. Hát tisztességes véggel vegyem én el a lelkük, nékik, kik szégyen zúdítottak mind a fejemre, s édesanyámra is, és kérőkkel háltak a házban. Szólt, s kék orrú hajó tartó kötelét odakötve egy magas oszlophoz, jól meghurkolta a kamrán, jó magasan kifeszítve, a lábuk földre ne érjen. Mintha a széles szárnyú rigók, vagy a gyenge galambok hullnak a tőrbe, amely bokrok közt van kifeszítve, mert fészkük keresik, de gonosz nyoszójára találnak, így egymás mellett a fejükkel fügtek a lányok, hurkokkal nyakukon, hogy vesszenek el nyomorultul. Lábukkal még rángtak, nem sokat, egy kicsikét csak, s íme Melanteuszt ajtón át pitvarba vezették, s ott gonosz érccel az orrát és füleit lemetélték, és tépték ki szemérmét, nyersen ebeknek ebédül, s szétzúzták a kezét, lábát, haragudva szívükben. Lábukat és kezüket megmosták ennek utána, és besiettek Odüsszeuszhoz befejezve a dolguk, ő pedig így szólt kedves dajkájához azonnal. Hozz be, anyó, baj előző kénkövet, és tüzet is hozz, hadd füstölhessem ki a termet, s Pénelopeját hívd ide már te magad szolgáló nőivel együtt, s minden szolgaleányt küldj hozzám már e terembe. Eurükleia, a kedves dajka azonnal ekép szólt, kedves gyermekem, úgy mondtál mindent, ahogy illik. Csak hadd hozzam előbb a ruhát, a köpenyt meg az inget, hogy ne maradj így rongyokkal beborítva hatalmas vállad a teremben. Megszólhatnának ezért még. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Tűz lobbanjon csak legelőbb nekem itt a teremben, mondta, s a kedves dajka nem is volt szófogadatlan, hozta a kénkövet és parazsat, s leleményes Odüsszeusz kénnel megfüstölte a termet, a házat, az udvart. Majd indult az anyó Odüsszeusz szép termein által, hogy hírt adjon a nőknek, azonnal küldje be őket. Jöttek a nők a teremből, fákját hordva kezükben. Ellepték Odüsszeuszt, gyöngét szeretettel ölelték, és szeretettel csókolták a fejét, meg a vállát és a kezét, ahol érték, és őt elfogta az édes sírás vágya, mikor ráismert mindegyikükre. 23. ének Pénelopé fölismeri Odüsszeuszt. Lelkendezve szaladt az anyó föl a fönti terembe úrnőjének szólni, hogy itt van a férje a házban. Térde rohanvást mozgott, lába viszont botlódott. Ott feje mellé állt, s hozzá nyomban ekép szólt.
Ébredj, Pénelopeia, leányom, lásd a szemeddel azt, mire naptap után úgy vágyódtál a szívedben. Megjött már Odüsszeusz, s házába, ha késve is eljött, és meg is ölte a gőgös kérőket, kik a házát feldúlták, vagyonát falták, a fiát megalázták. Válaszul így szólt most az okosszívű Pénelopeia: kedves anyó, eszedet vették el az istenek immár. Bármi bölcsnek eszét megbontják ők, ha akarják, és aki megbomlott, tudják téríteni észhez. Ők tettek benned kárt, eddig józan eszed volt. Mit gúnyolsz engem, mikor úgyis szenved a lelkem? Ennyire félre beszélsz, s elkergeted álmom az édest, mely lekötött, s kedves szemhéjamat elborította. Így mélyen nem aludtam azóta, mióta Odüsszeusz ment meglátni az átok Tróját, vesszen e név is. Rajta tehát csak eredj, és menj el megint a terembe, hogyha a szolgálónőim közül erre talán más jön nekem így hírrel, s így ver föl az álmom öléből, csúnyán kergetem azt ismét le a lenti terembe egy-kettőre, de téged most megment az öregség. Eurükleia, a kedves Dajka, felelte azoddal: nem gúnyollak, kislányom, de a tiszta igazság, hogy hazajött Odüsszeusz, és itt van, ahogy kijelentem, ő a szegény idegen, kit olyan sok bántalom ért lent. Telemakhosz rég tudta, hogy itt van, csak hogy az apja szándékát el tudta szívében rejteni bölcsen, míg az a kérők csúf dőféért nem fizetett meg. Szólt, és Penelope megörült, szökkent le az ágyról, és a nyakába borult az anyónak, a könnyei hultak, s őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt: jaj, kedves Dajkám, hát mondd meg igaz szavaiddal, hogyha valóban már hazajött, mint mondod, a férjem, hogy lehetett rácsapni a néki a szemtelenekre, és maga volt, míg ők mindig sokan ültek a házban? Eurükleia, a kedves Dajka, felelte azonnal: nem tudom én, nem láttam, csak hallottam a jajszót, míg pusztultak. A jól épült háló zugolyában ültünk félve, s a jó ajtók mind szárva maradtak, míg a fiad nem hívott vissza megint a terembe, Telemakhosz, mert őt küldötte utánam az apja. És a megölt tetemek mellett ott leltem Odüsszeuszt, ott állt, és a kemény talajon körülötte hevertek egymáson. Lelked melegebb lett volna, ha látod véresen és csatamocskoltan, valamint az oroszlánt. Mind szorosan fekszik már kívül az udvari ajtón. Ő meg a szép házat most füstöli kénnel, igen nagy lángot gyújtatván, s engem küld érted előre. Gyerbe tehát, hogy mindkettőtök tudjon örülni drága szívében, hisz sok rosszat tűrtetek eddig. Teljesedett a ti rég táplált nagy vágyatok immár, élve került haza tűzhelye mellé, téged is itt lelt, és a fiát is termeiben, s akik ővele rosszat műveltek, mind megfizetett házában azoknak. Válaszul így szólt most az okosszívű Penelopeia: kedves anyó, ne örülj még ennyire fékevesetten, és tudod azt, hogy örülnénk, mint ha a házba belépne, és leginkább én s a fiam, ki az ő fia épp úgy. Csak hogy amit mondtál, nem igaz. Bizony így nem esett az. Ám a nemes kérőket egy isten küldte halálba, megharagudva az ostoba dőférs bűneikért is, mert is a földi halandók közt senkit se becsültek, sem nem esett se silányt, ha körükbe akárki vetődött, s ostoba vétkeikért megbűnöhődtek. De Odüsszeusz már sose jön haza, mert elpusztult távoli földön. Eurükleia, kedves Dajka, azonnal ekép szólt: lányom, ugyan mi szó szökkent ki fogad kerítésén? Férjedről, ki a tűzhely mellett bent van a házban, azt mondott, sose tér meg. A lelked ilyen hite vesztett. Rajta tehát mondok neked egy másik bizonyos jelt, azt a sebet, mit lábán mart a fehérfogú vatkan. Ráismertem, amint mostam. Neked is meg akartam mondani, csak hogy a torkomat elszorította kezével. Óvatos elmével nem hagyta, hogy ott kifecsegjem. Rajta, köves! A kezedbe adom neked életem önként, hogyha becsapnálak, te veszíts el csúnya halállal. Válaszul így szólt most az okosszívű Penelopeia: kedves anyó, az örökké élő égi lakóknak szándékát nehezen lesed el, bármennyire bölcs vagy. Mindazonáltal menjünk már a fiamhoz, az elhult kérőket hadd lássam, s azt, aki végüket adta. Szólt és ment le.
erősen hányódott szíve közben. Vajon távolról kérdezze ki kedves urát csak, vagy fusson hozzá, csókolja kezét meg az arcát. Majd, hogy kőküszöbén áthágott már a teremnek, ült le Odüsszeusszal szemben tűzhely sugarában szembelevő falnál. Magas oszlop alatt nagy Odüsszeusz ült csak, a földre szegezve szemét, és várta, mit is mond felséges felesége, ha őt meglátja szemével. Az pedig ült hosszú csöndben, szíve kábulatában. Olykor már-már ráismert, ha szemébe tekintett, olykor azonban nem, mert oly rút volt a ruhája. Telemachosz korholta ekkép szót szólva kimondta. Gyász anya, édesanyám, kinek ennyire zordon a lelke, mondd így távol apámtól, miért ülsz, hogy teheted meg, hogy közelébe nem ülsz, s nem kérdezed őt szavaiddal. Más asszony bizony, így makacsul vonakodva nem ülne távol a férjétől, aki oly sok bajnak utána ér haza, 20 év elteltével az itthoni földre, csak hogy ilyen mindig a te szíved, a kőse keményebb. Válaszul így szólt most az okos szívű Pénelopeia. Gyermekem, elkábult kebelemben egészen a lelkem. Szólani sem tudok én hozzá, kérdezni se bírom, és a szemébe tekinteni sem tudok. Ám ha valóban ő Odüsszeusz, aki most hazajött, egymásra mi akkor ráismerni tudunk még jobban olyan jeleinkből, melyeket ember más nem tud, mint én meg a férjem. Szólt, de mosolyra fakadt a sokat tűrt isteni férfi, s Telemachoszhoz azonnal ilyen szárnyas szavakat szólt. Telemachosz, hagyd édesanyád, hogy a termem ölében még próbára tegyen, rám ismer jobban azonnal. Most, amikor szurtos vagyok, és rút rongy fedi testem, megvet ezért azt, hogy magam én vagyok én, sose vélné. Gondoljuk hát meg, hogyan érjük el azt, ami legjobb. Hisz ki csak egyetlen férfit pusztít el a község földjén, bárha olyant, akinek nincs sok bosszulója, még az is elmenekül, rokonát odahagyja a földjét, és mi megöltük a város gyámolait, kike földön legderekabb ifjak, töprenkj hát, mit cselekedjünk. Erre a jó eszű Telemachosz neki válaszul így szólt. Kedves apám, ezután te magad néz, mert hisz a földön azt mondják, hogy a legkitűnőbb elméd te neked van, és a halandók közt ki se tud versengeni véled. Majd mi követni fogunk buzgón, és híja nem is lesz bátorságunknak, mi erőnkből telni fog, adjuk. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Hát majd elmondom, mit látok a leghelyesebbnek. Mosdjatok itt meg először is, aztán váltsatok inget, és öltözzenek ünneplőbe a szolgaleányok. Majd éles szavú lantját fogja az isteni dalnok, és játékos táncdalokat pengetve vezessen. Higgye csak azt, lakodalmat ülünk mi a termek ölében, az ki e zajt meghallja a szomszédban vagy az úton. Szerte a városban ne szaladjon híre a kérők elpusztításának, amíg mi tanyánkra nem érünk, messze a sok fával díszlő jószágra, ahol majd meglátjuk hasznunkra, mit ad az olimposzi nagy Zeus. Szólt, s nagyon is hallgattak rá, tették a parancsát, megfürdöttek előbb, és vettek tiszta ruhákat, ünneplőt öltöttek a nők, majd vájt belül lantját fogta az isteni dalnok, s fölkeltette a vágyat édes szép dalolásra, hibátlan, nagyszerű táncra. Zajjal telt meg a roppant ház, dobogott szakadatlan lába a táncban igyekvőknek, meg a szépövű nőknek. És volt, aki meghallotta a zajt, és ezt mondta az úton, lám, hát férhez ment a sokat kért büszke királynő, ő a gonosz, törvényes urának nagy palotáját őrzeni végig, nem volt nyugta, kivárni a jöttét. Így szóltak, de bizony nem tudták, hogy mi esett meg. Most meg a nagyszívű bajnok Odüsszeuszt háza ölében megfürdette a gazdasszony, megkente olajjal, Eurynomé, szép inget adott rá, drága palástot, és nagy szépséget hintette a fejére Athéné, szemre nagyobbá tette, erősebb, és a fejére göndör fürtöket is, mint játszint szirmokat öntött. Mint amidőn aranyat körülönt az ezüstre egy ember művészkit, tanított Hephaistos, Spallas Athéné minden mesterségre, s ezért kezeműve nagyon szép, így öntötte a bájt vállára fejére az úrnő. S ő lépett ki a kádból, mint valamely magas isten,
s onnan előbb fölkelt, le is ült ismét ama székre. Épp szemben feleségével, s neki így szavakat szólt. Ó, te csodás asszony! Bekemény falú kőszívet adtak néked, az összes nőnél inkább égi lakóink. Más asszony bizony így makacsul vonakodva nem ülne távol a férjétől, aki oly sok bajnak utána ér haza, 20 év elteltével az itthoni földre. Rajta azonban anyó ves ágyat, hogy lefeküdjem egymagam is. Feleségemnek vasból van a szíve. Válaszul így szólt most az okos szívű Penelopeia. Ó, te csodás! Nincs bennem sem döjv, sem lekicsinlés, s nem bámullak. Jól tudom én, mi külsejű voltál, hogy hosszú evezőjű hajón innen tovaszáltál. Most hát Eurykleia eredj, és vesd meg az ágyát kívül a jól épült hálón, melyet ő maga ácsolt. Vessétek meg az ágyát ottkin, és tegyetek rá drága köpenyt, s vele bundákat, ragyogó takarókat. Így szólt, s tette urát próbára. De bajnok Odysseus fölsóhajtott, megszólítva a hű feleségét. Asszony, olyat mondtál, amivel csak gyötröd a lelkem. Máshová mondd, ki is állította az ágyam. Az értők sem tudnák azt tenni, ha csak nem jön be egy isten, s könnyen a kedve szerint nem hordja ki máshova onnan. Ember olyan nem akad, de nagyon fiatal se, ki könnyen elmozdítja, mivel nagy titkot rejt az az értőn készített ágy, mit nem más, de az én kezem ácsolt. Mert kerítésünkön belül egy nagy olajfa virágzott, dúslombú, magas is vastag, mint oszlop a törzse. Én e köré kívántam a hálótermem emelni. Sok kőből föl is építettem, jól betetőztem, és jól záródó, faragott ajtót remekeltem. Majd az olajfának lombját vágtam le, utána is törzsét gyökerétől kezdve símára faragtam, érccel jól s értőn, hosszát csaptatva zsinórral, s ágylábbá kifaragtam a fúróval kiukasztva. Innen kezdtem az ágyat emelni, amíg befejeztem, díszítvén elefántcsonttal meg arannyal ezüsttel, s bíbortól ragyogó szíjat feszítettem az ágyra. Lám elmondtam a titkos jelt, ám nem tudom én azt, asszony, hogy vajon ott van-e még épségben az ágyam, vagy pedig elvitték, elfűrészelve a törzset. Szólt, mire Pénelopé kedves szíve térde elernyett, mert mikről Odysseus szólt, ráismert a jelekre. Könnyeket ontva szaladt hozzá, a nyakába vetette két karját, s csókolta a fejét, ezt mondta urának. Ó, ne neheztelj rám, Odysseus, ki a földi lakók közt úgyis a legbölcsebb vagy. Ránk mérték a siralmat isteneink, irigyelték, hogy mi az ifjúkorunknak együtt örvendjünk, s aggkor küszöbére így érjünk. Most legalább ne neheztelj érte, ne is haragudj rám, hogy nem öleltelek így meg, amint megláttam az arcod, mert hisz az én lelkem kedves kebelemben örökké attól borzadozott, hogy majd még eljön egy ember, és szóval rászed, sok a csúf nyereségre törekvő. Mert sose tér az az argoszi szép Heléné sem a Zeus lány más ágyába, a vendéggel szerelembe vegyülve, hogyha a bajnok akháj sarjakról tudja előre, hogy majd visszaviszik szeretett földjére honának. Őt bizonyára egy isten vitte a csúnya dologra, mert ilyen átkos terv lelkében még sosem ébredt addig, s akkor kezdődött a mi szörnyű bajunk is. Most miután elmondtad igaz szavaiddal az ágyunk titkát, mit soha nem látott más földi halandó, csak te meg én, és egy szolgáló lány az egyetlen aktor lány, akit édesapám jöttömkor adott még, és ki szilárd hálótermünkre azóta vigyázott, most, noha kétkedtem nagyon is, meggyőzted a lelkem. Szólt, s Odysseusban erősebb vágy ébredt zokogásra, lelkének kedves feleségét sírva karolta. Mint ahogy úszóknak nagy örömre tűnik föl a szép föld, kiknek jó falu bárkáját széttörte Poseidon, míg a viharban szállt dagadó hullámon az árban, s úszva a szárazföldre csupán kevesen szabadulnak, míg beborítja a sós víz szennye egészen a testük, s boldogan érnek a partra a vészből megmenekülve,
Pénelope is ilyen nagy örömmel nézte a férjét, drága fehér karját a nyakáról vissza se vonta. Stán zokogók elibé jön a rózsás ujjú hajnal, hogyha ki nem gondol valamit nagy Pallas Athéné. Föltartotta a hosszú ét pályája határán, s okeánoszban aranytrónú hajnal. Paripáit fogni szekerébe se hagyta a fényt hordó rohanókat, Lamposzt és Faétont, Éosz gyorslábú csikóit. És most így szólt feleségéhez leleményes Odüsszeusz. Asszony, a próbáknak tudd meg végére nem értünk, mert megmérni se tudjuk a munkát, még mi előttem van, sok szörnyű nehéz, s nekem azt el kell végeznem. Teirésziász lelkétől így hallottam a jó szót aznap, amint Hádész palotája ölébe leszálltam, társaim és a magam hazatérte felől tudakozva. Rajta tehát, asszony, menjünk lefeküdni, hogy immár édes ízű álomba gyönyörködjünk heverőnkön. Válaszul így szólt most az okosszívű Pénelopeia, ott van az ágy, meg lesz, amikor csak a lelked akarja, most miután a nagyistenek azt tették, hogy elértél jól épült palotádnak ölébe az itthoni földre. S már ha ilyet gondolsz, s lelkedbe vetette az Isten, mondd meg egészen, e munka mi lesz, hiszen azt hiszem, úgy is megtudom ezt később, s nem rosszabb tudni akár most. Válaszul erre, eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Ó, te csodás asszony, minek is noszogatsz, hogy e dolgot elmondjam. Jó, megteszem én, sose rejtem előled, csak hogy a lelked majd nem örül, mert hisz magam én sem örvendek. Sok földi halandó városait kell megjárnom, faragott evezőt hordozva kezemben, míg oda nem jutok el, hol tengert még sose láttak, s ételüket sem eszik megsózva a tengeri sóval, és sohasem láttak pirosarcú fürgehajókat, sem könnyű evezőt, mely szárnya a fürgehajónak. S én e világos jelről szólt, sose rejtem előled, szembe, ha vándor jön velem, és azt mondja nekem majd, magszóró a lapát, mit fényes vállamon őrzök, szúrjam a jó evezőt, így mondta a földbe, Poseidon Istennek pedig áldozzak szép áldozatokkal, vágva bikát és kost és kant, mely hágja az emsét, majd térjek haza, és ott áldozzak szent hekatombát tágterű égbe lakó örök életű isteneinknek, sorban az összesnek. S tengerről jő a halálom, gyöngéden közelít hozzám, és könnyű öregség végén sújtsak rám, amidőn körülöttem a népem boldogan él. Azt mondta, hogy ez megy teljesedésbe. Válaszul így szólt most az okosszívű Pénelopeia. Hogyha az istenek akkorodat váltják szelidebbé, akkor erős a remény, hogy a sok bajból kimenekszel. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, és Eurynomé ez alatt, meg a kedves Dajka az ágyat fátyavilágnál rendezték el lágy takarókkal. És a dagat ágyat, miután vetekedve vetették, visszavonult az anyó lefeküdni a női terembe, Eurynomé meg a háló őre vezette be őket ágyukhoz, ragyogó fákját hordozva kezében, és azután újból ment vissza. Azok meg örömmel tértek meg rendjéhez a hajdani hitvesi ágynak. Telemakosz pedig, és a gulyás meg az isteni kondás táncot szüntettek, de a nőkkel is abba hagyatták, és maguk is lefeküdtek az árnyas termek ölében. És ők ketten, miután szerelem gyönyörének örültek, egymással váltott szavakon kedvükre terültek. S ő elmondta, amit tűrt otthon az isteni asszony, hogyha a kérők vészokozó csapatára tekintett, kik versengvén érte, levágták annyi juhát és marháját, sok edényéből a borát kimerítve, isteni hős Odüsszeusz pedig azt, mi sok veszedelmet szerzett másoknak, s maga mit tűrt, mennyi siralmat, mind elmondta, gyönyörrel meghallgatta az asszony,
s míg végére nem ért, álom nem hult a szemére. Azzal kezdte, hogyan győzött a kikónokon, aztán lótuszevőknek mint ért el Firuló mezejére, és hogy a Küklops mit mívelt, s hogyan állta a bosszút nagyszerű társaiért, akiket megevett a kegyetlen, és Aiolosig hogyan ért, aki őt szívesen befogadta és hazaküldte, de végzete volt, hogy a drága hazába még ne kerüljön, ezért ismét fölkapta a szélvész, és a halas tengerre sodorta a nyögve kesergőt. Stéle Pűloszba, a Laistrygónok földjére hogy ért el, kik mind elpusztították a hajóit, a vértes társakat, és egyedül menekült csak el éjszínű gályán. És Kirké cseleit, sleleményét mondta el aztán, s hogy mint ért Hádész nyirkos palotája ölébe, tébai Teirésziász lelkétől kérdeni jó szót, sokpadú bárkáján, s mint látta a társait akkor és anyját, aki szülte nevelt, ami kicsi volt még, s mint hallgatta a szirének zengő dalolását, bolygó szirteket is hogyan ért el, szörnyű Karübdiszt és Szküllát, akitől sértetlen senki sem ment el, és Éliosz marháit mint ölték meg a társak, s füstös mennykővel mint verte le fürge hajóját fennendörgött Zeus, s hogy vesztek el akkor a drága társak mind, s maga mint menekült meg a csúnya haláltól. S Ogügyé szigetére, Kalypszóhoz hogyan ért el, s tartóztatta ez őt, mivel áhította urául barlang öblös ölén, s gondozta, ígérte, hogy őt majd még örök életűvé teszi, és örökös fiatallá, csak hogy az ő lelkét kebelében meg nem igézte. Majd meg a fajákokhoz a sok baj után hogyan ért el, kik valamint Isten tisztelték őt a szívükben, s bárkával küldték szeretett földjére honának, és adtak neki ércet, arannyal, drága ruhát is. Ez végső szava volt, s ráugrott ekkor az édes testlazító álom, s gondját szétolt a szívének. Ekkor mást gondolt a bagolyszemű Pallas Athéné, mert amit ön lelkében végre remélte, hogy eltelt már felesége szerelmével s álommal Odüsszeusz, küldte aranytrónú hajnalt, hogy keljen a ködből s ókeánoszból már fényt vinni a földre. Odüsszeusz fölkelt lágy heverőjéről és szólt Pénelopéhoz. Asszony, olyan sok próbában volt része idáig mindkettőnknek. A házban vártad sírva siralmas jöttömet, engem azonban Zeus meg a többi nagyisten kínokkal lekötöttek, akárhogy vágytam-e földre. Végre ma mindketten kívánt nyoszolyánkra kerültünk, hát te viseld gondját vagyonomnak a házam ölében. Sok juhomért, melyet dőfükbe leöltek a kérők, szerzek majd sokat én, s az akhályok is adnak azokhoz újakat, addig, míg mind meg nem telnek az aklok. Most pedig elmegyek én innen sok fájú tanyámra, drága apámat látni ki értem búsul örökké. S most feleségem hallgass rám, noha bölcs vagy amúgy is, mert is amint fölkél a nap, elfut a híre azonnal, hogy kérőidet elpusztítottam palotánkban, szolgálóiddal felső házadba vonulj hát, ülj veszteg, s ne akarj meglátni se kérdeni senkit. Szólt. Azután szép fegyvereit vállára csatolta, fölkeltette fiát, a gulyást, és vélük a kondást. Elrendelte, ragadjanak ők is erős hadifegyvert. Nem tettek másként, magukat mind érccel övezték, és a kaput nyitván léptek ki elől nagy Odüsszeusz. Már az egész földön fény járt, hanem őket Athéné ébe takarva a városból sebesen kivezette. 24. ének. Békekötés. Ekkor a kérők lelkét Külléné hegyi Hermész szólította elő. A kezében fogta a pálcát, szép színaranybotját, melyel megigézi halandók közt, akinek csak akarja szemét, vagy szünteti álmát. Ezzel irányított, mire ők surrogva követték, mint mikor isteni barlang mély zugolyán denevérek röbdöstek surrogva, s a szikláról a csoportból egy leesik, mire ott fönt mind összép tapadoznak. Így mentek surrogva azok, s Hermész a segítő, míg ők összefogóztak, a nyirkos utat mutogatta.
Okeános sodránál Leukas szirtje tövében mentek el ők, meg a napkapuján át, és hol az álmok népe tanyázik, az Aszfodélos réthez hamar értek, mert ott laknak a lelkek, az emberek árnyai együtt. Föllelték lelkét Peleiades Achilleusnak és Patroklosnak, meg a gáncstalan Antilokosznak és Ajásznak, ki a legjobb termető és alakú volt minden akháj hős közt a dicső Achilleusnak utána. Ők akörül gyülekeztek mind, s közelükbe kerülve jött Agamemnon Atreidésznak lelke is arra bánatosan, s köribé gyűlt mind, aki ővele együtt Aigisztosz házában halt, s töltötte be sorsát. Ő hozzá legelőbb Peleion lelke beszélt most. Atreidész, hittük, hogy a nagy villámszerető Zeus téged kedvel a legjobban valamennyi vitéz közt mindig, mert sok erős hősnek voltál fejedelme Trója tövében, ahol sok bajt tűrtünk mi akhályok. S lám kellett, hogy időnek előtte lecsapjon a vésszel rád is a sors, melytől soha ember nem menekülhet. Bárcsak, amíg még élvesztett fejedelmi hatalmat tágterű Trója alatt ért volna a vég csata közben, halmot emeltek volna tenéked az összes akhályok, és nagy szerzett hírt hagyhattál volna fiadra, s most nyomorult és csúnya halál ragadott zsákmányul. Erre meg Atreidész Agamemnon lelke felelte. Boldog Péleus sarj, Istennek mása Achilleus, Trója alatt ki elestél távol az argoszi földtől, a legdarakabb trószok meg akhályfiak estek el, értet küzdve, s te ott elnyúltál örvényében a pornak hosszan, a harci szekér hajtását fekve feletted. S mi egész napon át verekedtünk. Stán a csatának végese lesz, a viharral a nagy Zeus meg nem akasztja. Majd miután a hajókhoz vittünk már a csatából, lágy nyoszójára helyeztünk, mostuk szép sima bőröd langyos vízzel, olajjal, sullatták az akhályok forró könnyeiket, sűrűn, nyírták le a fürtjük, s édesanyád, s örök életű népe kikélt a habokból, hogy hallotta a hírt, és harsant isteni jajszó végig a tengeren át, az akhályok mind megijedtek. Stán fölugornak, mincs elinalnak a görbe hajókhoz, vissza, ha nem szólítja a régről nagy tudományú Nestor mindet. Az ő szava volt azelőtt is a legjobb. Jó akaron szólalt meg köztük, ilyen szavakat szólt. Várjatok, argosziak, sose fussatok, ifjú akhályok. Tengeri nimfák nem múló csapatával az anyja jő a habokból, hogy láthassa fiát, a halottat, szólt. S már nem riadoztak a bátor lelkű akhályok, és körülötted a tengeri agg szép lányai álltak, sírva sirattak, s rád nem enyésző lepleket adtak. S múzsa dalolta a gyászdalt, mind a kilenc, gyönyörű szép hangjuk váltakozott. És nem maradott szeme száraz senkinek, úgy zokogott éleszavú dallal a múzsa. 10 és 7 napon át, 7 nappá téve sirattunk, el nem enyésző istenek és bús földi halandók, és azután átadtunk téged a tűznek. A nyájból sok hízott juhot áldoztunk, sok barott a lángon. Égtél isteni lepelben, dús drága kenetben és édes mézben. Kavarogtak a harcos akályok rengetegen lobogó mákjádnál, fegyvereikben mind a gyalogs a lovag, s iszonyú hadilárma rivalgott. És miután Hephaistos szent tüze már elemésztett, hószínű csontod, Achilleus, reggel fölszedegettük, mind vegyítetlen borba, olajba. Anyád meg adott egy drága aranykorsót, Dionysos szép adományát, mint mondotta, s a nagyhírű Hephaistos kezeművét. Ott feküszik te fehér csontod, most fényes Achilleus, benne Menoitiades Patroklos csontjai közt mind, és külön Antilokos, kit az összes akháj haditárs közt Patroklosnak eleste után legtöbbre becsültél. S csontjaitokra magas, hiba nélküli halmot emeltünk argoszi dárdavető szent harci sereg daliái ott, hol a part belenyúlik a sík Hellészpontoszba, távoli vízről is hadlássák már a hajósok mind, aki most ott jár, s ki még ezután születik csak. Édesanyád, gyönyörű szép versenydíjakat esdve isteneinktől tűzte elénk azokat viadalra.
Már te nagyon sok hős temetését láttad idáig, mert a király hal meg, nekivetkőződnek az ifjak, és egymással a versenydíjért küzdeni készek. Mégis elátványon bámultál volna leginkább. Tiszteletedre ezüstlábú Tétisz istennő mi díszes díjat adott. Kedveltek erősen az égben. Holtod után sem enyészettel neved így, de örökké él minden nép közt a te nagyszerű híred, Achilleus. Ám de nekem mi öröm, hogy a hosszú csatát befejeztem, hisz hazatértem, kor Zeus gyászos végemet adta, elvetemült feleségem, s Aigisthosz keze által. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, s ekkor jött közelükbe az Argosz ölő, a vezérlő, s hozta azok lelkét, akiket fönt ölt meg Odysseus. Mindketten tüstént bámulva siettek elébük. Atreides Agamemnon lelke a nagy Melenausnak ráismert sarjára, a hírneves Amphimedonra, mert őt ez vendégül látta a szép Itakában. Atreidésnek lelke beszélt hozzá legelőször. Amphimedon, mi baj ért titeket, hogy a föld vakölébe együtt szálltok, válogatott évtársak? A várost átvizsgálva se gyűjthetnénk kitűnőbb daliákat. Tán a hajóitokon sújtott le a mélybe Poseidon, vészteli fúvását fölverve a vadviharoknak. Vagy pedig ellenséges nép terített le a földön, ökrük, szép lyukat, mikor elvágytátok orozni, és ők tán városuk és nőik védvén verekedtek. Adj választ, hisz a vendégednek lenni dicsekszem, vagy nem is emlékszel, hogy jártam az otthonotokban isteni hős Menelaosszal buzdítva Odysseust, hogy jöjjön mi velünk Trójába a jópadú Gáján. S teljes hónap után szeltük csak a tágvizet által, nagy nehezen meggyőzve a várdúló nagy Odysseust. Amphimedonnak lelke felelt, így adta a választ. Hírneves Atreides, sereget vezető Agamemnon, emlékszem mindarra, te Zeus táplálta, amit mondsz. S elmondok neked őszintén mindent, ami történt, elmondom, hogyan ért el minket csúnya halálunk. Rég tovaszált Odysseus feleségért vetekedtünk. Ő sem igent, se nemet nem szólt, borzadva a násztól, mert a halált meg az éjszínű véget szánta mi rékünk. És még más éj cselt is eszelt ki az elméjében, terme ölébe szövőszékét állítva e roppant széken hosszú finom vásznat szőt, s mondta mi rékünk, kérőim, nemes ifjak, a hős Odysseus oda van már, mégse siettessétek a nászom, amíg csak a leplet nem fejezem be, szövött vásznam, hogy kárba ne vesszen szemfödeléjű Laertész hősnek, mikor őt majd hosszúra nyújtó vég veszedelme sorsa eléri. Megbotránkozván az akhájnők, azt ne beszéljék, hogy ki sokat szerzett, most nem jut leple a sírban. Így szólt ő hozzánk, hős lelkünk hitt a szavának, és napközben a nagy leplet szövegette, és aztán éjszaka szétfejtette azonban a fákja világnál. Így hitegette a bajnokokat három kerek évig. Ám de midőn évszak jött, évszak ment negyedízben, elsorvadtak a hónapok és a napok, tova tűntek, akkor az egyik nő, ki tudott erről, kifecsegte. S megleptük, mikor épp fejtette a szép szövedéket. Kénytelenül befejeztette át, most bár nem akarta. És a köpenyt miután vásznát megszőve kihozta és megmosta, s az úgy ragyogott, valamint a nap és hold, akkor egy ártó szellem már valahonnan Odysseust hozta határunkhoz, hol házát lakja a kondás. És odament szeretett fia isteni hős Odysseusnak, barna hajójával hazatérve Pülosz fövényéről. Ketten a kérők csúnya halálát tervezgetve jöttek a nagyhírű város látni, azaz, hogy Odysseus később jött, mert Telemakhoz hamarabb neki indult. S őt kondása vezette az úton, csúnya ruhában, mint valamely nyomorult vén koldust. Botra hajolva ment Odysseus, s testét nyomorult rút rongy borította. Senki se volt közülünk képes fölfedni, hogy ő az, még az idősebbek sem, amint váratlan előtűnt. Csúnya szidalmakkal csúfoltuk, meghaigáltuk. Egy darabig csak tűrte saját palotája ölében, tűrő lélekkel, hogy sértjük, s meghajgáljuk,
Ám de mikor pajzsos Zeus már fölverte a mérgét, akkor Telemakhosszal a szép hadifegyvereket mind kamrájába behordta, s a zárakat elreteszelte. És rávette utána igen ravaszul feleségét, íjat tennie szürke vasat kérői elé, hogy balsorsukban e verseny a vesztünk kezdete légyen. Egy sem akadt közülünk, aki képes volt a hatalmas íj idegét felvonni. Erőnk sokkal kevesebb volt. És amidőn a nagy íj Odysseus markába került már, mind rivalogtunk és megtiltottuk, fenyeget, vagy neki átadják, noha hosszan kéri az íjat. Pusztán csak maga Telemakhosz bíztatta parancsal. Megmarkolta tehát a sokat tűrt fényes Odysseus, s könnyen fölhúrozta az íjat, a sok vason átlőtt. Majd odállt a küszöbre, kiszórta a gyors nyilakat mind, zordul nézek körül, s hős Antinoszt lenyilaszta. És azután nyögető nyilait másokra röpítve célzott lőtt, szaporán hullottak előtte a kérők. Már kiderült, valamely isten volt megsegítőjük, mert akkor tüstént, erejükben bízva a házban öldöstek mindenfele. Hangzott csúnya nyögésünk, míg a fejünk beszakadt, spárolgott vérrel a föld is. Így vesztünk mi el, Atreides, és tudd meg, a testünk most is fönt fekszik csúnyán Odysseus palotáján, mert még kedveseink sem tudják otthon a sorsunk, hogy sebeinket az alvat vértől már lefürösszék, és kiterítve sirassanak el, mint holtakat illet. Erre meg Atreides Agamemnon lelke felelte. Laertész boldog fia nagyleleményű Odysseus, mi nagyerényű asszonyt vettél is feleségül. Mennyire jólelkű a hibátlan Penelopeia, Ikarios lánysarja, urát Odysseust az eszében jól őrizte, ezért soha el nem enyészik a híre ékes erényének, s a szilárd szívű Penelopéból bájos dalt készít a halandó népnek az Isten. Mert nem tett gonoszat, mint Tündareosznak a lánya, törvényes férjét ki megölte. Belőle riasztó ének lesz odafönt, ő minden nőre gonosz hírt szerzett, még aki tisztességes is, arra is épp úgy. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek Hádész háza ölén, rejtett mélyében a földnek. S közben a városból Odysseuszék már lejutottak Laertész szépen készült házához a földre. Ezt egykor maga Laertész hadakozva szerezte. Ott volt háza, a ház körül álltak az épületek mind, rabszolgái tanyáztak, háltak, s ettek ezekben, kik végezték mind, mit nékik a gazda parancsolt. Volt Szikéliából egy öreg nő köztük, az aggot messze a várostól híven gondozta tanyáján. Ott Odysseus így szólt szolgáihoz és a fiához. Menjetek itt be a jól épült szép háznak ölébe, s készítsétek a legszebb sertésből lakománkat. Én megyek, és próbára teszem most édesapámat, rám tud-e még ismerni szemével, hogyha reám néz, vagy nem is ismer meg, hiszen oly sok időt oda voltam. Szólt, s hadifegyvereit szolgáinak adta kezébe. Ők sebesen besiettek a házba, azonban Odysseus dús szőlője felé közelített próbát tenni. Sem Dolioszt nem lelte a nagy kertben levonulva, sem Doliosz fiait, sem más szolgát. Ezek együtt mind tüskét szedegettek a kert számára sövénynek, és az öreg maga ment legelől, az utat mutogatta. Így egyedül csak az apját lelte remek ligetében, s íme kapált az öreg. Szurtos rongy fette a testét, dísztelen és foltos, lábát fűző saru védte, szabva ökörbőrből tövisek szúrásai ellen, és a kezén kesztyű, hogy a tüske ne sértse, s a kecskebőréből kiszabott süveg is csak emelte a gyászát. Hát mikor őt meglátta az isteni bajnok Odysseus, mind kínozza a vénkor, a gyász mint nyomja a lelkét, könnyeket ejtve megállt a sokágú körtefa alján.
Hányta vetette utána a lelkében s a szívében, megcsókolja-e, által ölelje-e, sorra mesélve apjának, hogyan is jött meg, hogyan ért a honába, vagy hamarabb kérdezze ki, és tegye őt próbára. Töprengett, és azután úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Szurkáló szókkal teszi még legelőbb próbára. Így szándékkal eredt egyenest oda fényes Odysseus. Apja kapálta lehajtott fővel amott veteményét, s oldala mellé állva beszélt fényes fia hozzá. Jó öregem, te a kertész munkájába ügyetlen nem vagy, ugyan gondját viseled mindennek. A kertben semmi sem elhanyagolt, látom sem olajfüge, szőlő, semmi növény, vetemény, ágy, körtefa, mind nagyon ápolt. Mást mondok neked én, de szívedben meg ne neheztelj. Te magadat nem gondozod ennyire. Terhes öregség nyomja a vállad, igen szurtos vagy, rút a ruhád is. Mégse lehet, hogy restségért gazdát hagy ilyennek, mert nem szolgai semmi se rajtad, hogyha a tekintem termeted és alakod. Fejedelmi vitézre hasonlítsz, mint aki fürdőnek, lakomának utána szelíden elszunnyadhat, mert meg is illeti ám ez az aggot. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót, kit szolgálsz, ki a gazda, kinek kertjére vigyázol. S mondd nekem azt is el őszintén, hadd tudjam egészen. Szép Itakába kerültem-e én igazán, ahogy erre jöttömben mondotta az úton nékem egy ember, nem túl szíves, igaz, nem akart megmondani mindent, sem végighallgatni, mikor kérdeztem a sorsát egy vendégemnek, hogy megvan-e még vajon éle, vagy pedig elhunyt, és Hádesz házába került már. Megmondom, te jegyezd meg, hallgass jól a szavamra. Férfiú jött egykor hozzám, és én drága hazámban vendégül láttam. S nem akadt más messzi barátom senki se még, akit így szívesen befogadtam a házba. Azt mondotta, hogy ő Itakébeli törzse szerint, és Laertész Arkeisziádészról mondta, hogy apja. Hát palotámba vezettem, s jól megvendégeltem, és szívesen láttam. Volt minden bőven a házban, és megajándékoztam, amint vendégeket illik. Míves aranyból néki talentumot én hetet adtam, véle virágdíszes vegyítő vödröt színezüstből, adtam még egyrétű 12 drága köpenyt is, és ugyanannyi palástot, szőnyeget, inget is annyit, és még 4 asszonyt, ki érti a nagyszerű munkát, szemrevalót, akit ő maga választott ki magának. Válaszul erre az apja ekép szólt könnyeket ejtve. Arra a földre kerültél, jó idegen, melyet említsz. Csak hogy gőgösek és gonoszok tartják a kezükben, oly sok drága ajándékot hát hasztalan adtad. Őt Itaké községében, ha te élve találod, jól megajándékozva bocsátott volna utadra, drága viszonzással, mint illeti azt, aki kezdte. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Hányadik éve, hogy őt befogadtad a házad ölébe, balsorsú vendéged, az én fiamat, ha ugyan volt, azt a szegényt, kit messze szeretteitől s a hazától, vagy halak ettek meg tengerfenekén, vagy a földön lett a vadak s madarak zsákmányas, az anyja se tudta szemfödelét rávetve síratni, sem apja, mi ketten. És sok ajándékú bölcs hitvese Pénelopeia sem tudhatta urát kiterítve siratni, ahogy kell, s nem foghatta szemét se le, bár ez jár halottnak. És azt is mondd meg igaz szavaiddal, hadd tudom én is, honnan jössz te, ki vagy, hol a városod és a szülőid, és hova állt be a fürge hajó, mely e földre hozott el téged s isteni társaidat. Vagy utasként jöttél mások bárkáján, akik itt kitevén tova szálltak? Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Megmondom neked én mindezt őszinte beszéddel. Én Alybász beli volnék, ott van nagy hírű házam, és az apám Polipémon gyermeke, büszke Afeidász. S úgy hívnak, hogy Eperítosz. Engem Szikániából földetekig Daimon keze üzött, bár nem akartam. És a hajom kint áll várostól messze a parton.
Annak meg, hogy Odysseus nálam járt, van 5 éve, akkor eredt útnak s a hazám földjét odahagyta, ó, a szegény. Noha jobbról szálltak a jós madarak föl, épp mikor indult, s így nagy örömmel küldtem az útra, ő is örült, és mindkettőnk lelke remélte, hogy egymást vendégeljük, még ragyogó szép kincseket adva. Így szólt, és azt a sötét kín fellege elborította. Mindkét kézzel a kormos port markolta a földről, és úgy szórt a fejére az őszre heves zokogással. S néki a lelke megindult, és orrában a szúró érzés nőtt, mikor így szeretett apjára tekintett. Hát odaugrott, megcsókolt, a nyakába borult, szólt. Édesapám, hiszen én vagyok az, ki után tudakolgatsz. Megjöttem 20 esztendőnek utána hazámba. Hagyd el a sírást már, hagyd el könnyes zokogásod. Megmondok mindent, de nagyon kell véle sietnem. Otthon a kérőket palotánk mélyen lenyilasztam, megbosszultam a sok gaztettet, a lélekevő gúnyt. Erre pedig Laertész szólt, így adta a választ. Hogyha valóban Odysseus vagy te az én fiam, így jössz, említs hát biztos jeleket, hogy higgyek a szódnak. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Nézd meg először is ezt a sebet szemeiddel, amelyet rajtam a Parnassos tetején mart hófogú vatkan, mert oda küldtél el, s veled édesanyám is az úrnő, Autolykoszhoz, az ő szeretett apjához azért, hogy hozzak ajándékot, melyet itt bólintva ígért ő. S hadd soron fel még kitűnő kertedben a fákat, egykor, amelyeket én nekem adtál. Kértem a kertben tőled a fákat, még sihederként mentem utánad, köztük sétáltunk, nevüket megmondtad egyenként. Körte 13 volt köztük, az almafa 10 volt, s még 40 fügefát adtál, és sorra nevezve ígértél 50 szőlő sort, nap-nap után más tőkén értek a fürtök, igen sokfajta gerezdel áldották meg Zeus hórái a messze magasból. Szólt. Mire ennek a térdes a kedves szíve elernyett, mert mikről Odysseus szólt, ráismert a jelekre. Átkulcsolta fiát karjával, s vonta magához, már elalélt apját a sokat tűrt isteni férfi. S hogy lelkét szeregetve magához tért az öreg hős, újra ekép fordult hozzá, szólalva szavával. Zeus atya, éltek még az Olimposzon isteneink ti, hogyha elérte a hegyke kevék kérőket a bosszú. Mégis a szívem fél rettentőn, meg ne rohanjon itt bennünket egész Itaké, míg hírnökeikkel mind a Kefalén városokat Miriánk haragítják. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus, bátorság, ilyenekre szívednek gondja ne légyen, induljunk be a házba, mely itt van a kert közelében, mert oda küldtem Telemakhoz a gulyást meg a kondást még az előbb, hogy készítsék lakománkat azonnal. Így szóltak ketten, és indultak a szép kicsi házba. És hogy a kényelmes háznak küszöbére kerültek, ott lelték már Telemakhoz a gulyást meg a kondást, éppen 20 szeleteltek a fényes bort vegyítették. Közben a nagyszívű Laertészt megmosta lakában a szikéliai szolgáló, megkente olajjal, s drága palástot adott rá. Jött közelébe Athéné, és megerősítette a népek pásztora minden tagját. Izmossá, magasabbá tette azonnal. Így lépett ki a kádból, és szeretett fia bámult, meglátván, hogy akár a haláltalan istenek oly szép. És őt megszólítva ekképp szárnyas szavakat szólt. Drága apám, úgy látom, hogy valamely örök isten termeted és alakod magasabbá tette. Delibbé. Erre a jóeszű Laertész neki válaszul így szólt. Volnék Zeus atya Pallas Athénai meg Apollon most is olyan, mint voltam erős falu Nérikosz ellen rontva a parton, s győzve Kefallén emberek élén. Lettem volna olyan tegnap palotánknak ölében, s álltam volna az oldaladon hadivértel a vállon, kérők ellen erős harcban. Tudd, soknak a térdét oltam volna meg ott, melegítve a szívedet ebben. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, s addig azok már elkészítették lakomájuk széken, karszéken, sorban, mint megtelepedtek. S nyúltak volna az ételhez,
s most jött közelükbe vén Dolios, s Dolios fia mind kimerülten a földön végzett munkától, már hívta be őket az anyjuk, a szikéliai vén szolgáló, az, ki nevelte őket, s jól gondozta az aggot, kit kora megtört. Meglátván Odüsszeuszt, ráismert lelkük azonnal, álltak a házukban döbbenten, azonban Odüsszeusz mézédes szókkal fordult hozzájuk eképpen. Jó öreg, ülj az ebédhez, s már ne csodáljatok engem. Rég akarunk már hozzányúlni a jó lakomához, s vesztegelünk ideben, csak rátok várva, szünetlen. Szólt, mire vén Dolios tárt karral ment oda hozzá, és elkapta kezét, csuklón csókolta azonnal, s őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Eljöttél hát végre a vágyakozókhoz hozzánk, már nem hittük, s isteneink hazahoztak. Sokszor is üdvözlégy, boldogság érjen az égből, s áruld el nekem őszintén, hadd tudjam egészen, biztos hírt tud-e rólad a jó eszű Penelopeia, hogy hazaérkeztél, vagy küldjünk hírnököt arra. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz, tudja bizony jó agg, minek ébred benned ilyen gond? Így szólt ő, s az öreg le is ült oda a szép sima székre, és Dolios fia mind ugyanígy Odüsszeusz köribé gyűlt. Üdvözlő szavakat szólván a kezét szorította, majd odaült mind rendben az apjához, Dolioshoz. Hát így foglalatoskodtak lakomával a házban, s addig a kószabeszéd végigjárt fürgekövetként városukon, hírül adva a kérők csúnya halálát. Erre az emberek összeszaladtak minden irányból sóhajjal, sirolommal Odüsszeusz háza elébe, és hordták ki halottaikat, s kiki vitte temetni. És aki más városból jött volt, azt hazaküldték mind a halászokkal föltéve a fürge hajókra. Ők maguk elkeserült szívvel gyűlésbe tolongtak, majd mikor egybesereglecs együtt volt valamennyi, Eupeitész állt föl legelőször szólani köztük, mert makacsul fájó kínszállt a szívére fiáért. Antinós volt ez. Itt először lőtt le Odüsszeusz, érte zokogva beszélt most köztük szónoki szóval. Kedvesek, ím az akhályoknak vétett ez az ember szörnyen. Először sok jó harcost vitt el a bárkán, s elveszítette a görbehajókat, az embereket mind, s másokat íme megölt a Kefalén nép kitűnőit. Rajta tehát menjünk, mielőtt ez elérne Pűloszba, vagy pedig isteni Élisz alá, hol Epeioszi nép él. Mert is ránk tapadám ezután a gyalázat örökre, még az utódok előtt is csúfság lesz, ha beszélik, hogy fiaink és sok jó testvérünk megölőjét nem büttettük meg. Számomra nem édes az élet, és szívesebben a holtakhoz térnék, ha ez így lesz. Menjünk, meg ne előzzenek ők, kihajózva a vízre. Könnyeket ontva beszélt, megszánták mind az akhályok. Ekkor jött közelükben Medón, meg az isteni dalnok házából Odüsszeusznak az álomtól szabadultan, és közibük lépett, s elfogta a bámulat őket. És most nekik ezt mondotta Medón, az okosszavú hírnök. Hallgassátok a szóm, itakébreliek, hisz Odüsszeusz ezt nem az isteni óhajtás ellen cselekedte. Én magam is láttam, mint állt a haláltalan Isten mentor képében, közelében a hős Odüsszeusznak, és hol az isteni férfi előtt bukkant föl az Isten őt buzdítván, hol meg a kérők kerge csapatját üzte a termen végig, s ők hultak seregestül. Így szólt, és elfogta a sápat félelem őket. S köztük ilyen szóval szólalt meg az ag Haliterszész, Masztoridész, egyedül látott ez a múltba jövőbe, jó akaron fordult hozzájuk, ilyen szavakat szólt. Hallgass rám, itakébeli nép, hallgassa szavamra. Rosszak voltatok, édeseim, mindez csak azért lett. Nem tévén, amit én meg a népek pásztora mentor mondtunk, hogy tiltsátok meg fiú sarjaitoknak sok nagy rossz tettét, és szüntelen ostoba vétkét, kik vagyonát nyírták, feleségét is megalázták annak a legjobb hősnek, s hitték, hogy haza nem tér.
S most legyen így, hallgassatok arra, amit kijelentek, senki se induljon, ki se vonja a bajt a fejére. Így szólt. Ám a nagyobb felük ekkor szörnyű zsivajjal fölpattant, míg helyben maradtak a többiek együtt. Nem tetszett szívüknek a szó, hanem Eupeitészre hallgattak, s aztán a hadi fegyverekért szaladoztak. Teste köré miután kiki szép, ragyogó rezet öltött, tágas táncterű város előtt gyűltek, seregeltek. És Eupeitész volt a vezérük, hitte a balga, hogy bosszút ő áll, bizony úgy volt, hogy haza többé nem jön már, hanem ott kell néki betölteni sorsát. Zeus Kronionhoz ekép szólt ekkor Pallas Athéné. Ó, mi atyán Kronidész, fejedelmek legmagasabbja! Mondd meg a kérdésemre, mit is rejt bévül az elméd? Folytatod-e a goromba csatát iszonyú hadizajjal, vagy mindkettő közt a szövetséget kötöd-e most? Erre a fellegtorlaszoló Zeus válaszul így szólt. Lányom, ilyet tőlem minek is kérdez, tudakolgatsz. Nem te magad tervelted el annak a gondolatát, hogy rajtuk majd Odysseus hazatérve megállja a bosszút? Tégy, amiként akarod, de kimondom, hogy mi az illő. Most, miután bosszút állt már ez az isteni férfi, kössön mind békét, s legyen ő a király ezután is, és mi örök feledést borítunk a fiak és fivérek elpusztítására, szerethessék ezután is egymást, mint ezelőtt, bőség és béke viruljon. Szólt, buzdítva a már rég elszánt Pallas Athénét, s útnak eredt ez, olimposzi csúcsról alászökkenve. Ők meg a mészszívű lakomával az éhük elűzték, majd így kezdte a szót a sokat tűrt bajnok Odysseus. Egy menjen ki, tekintse, nem értek-e már közelünkbe, szólt, s egy fia vén Doliosznak ment ki a szóra, állt meg a kőküszöbön, s már mind ott látta közelben. Rögtön Odysseushoz fordult, szárnyas szavakat szólt. Itt vannak közelünkben, azonnal kapjuk a fegyvert. Szólt. Fölpattantak, fölvértezkedtek azonnal, négyen Odysseuszék és hat fia vén Doliosznak, s fegyvert öltöttek Laertész és Doliosz vén őszhajúak, bár kényszerűségből harci vitézek. S teste köré miután kiki szép ragyogó rezet öltött, már a kaput nyitván ment is ki, előttük Odysseus, s jött közelükbe egészen a nagy Zeus lánya Athéné, s Mentoréhoz volt az alakja, s a hangja hasonló, őt látván megörült a sokat tűrt isteni férfi, s Telemakhosz az ekép szólt nyomban drága fiához. Telemakhosz, most megtanulod, mert már odamégy, hol férfitusában megválik, kik a legderekabbak, hogy ne gyalázd meg az őseidet, kik idáig a földön harci erőben a bátrak közt is messze kitűntünk. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt. Látni fogod, ha kívánod, apám, hogy ez indulatommal nem hozok én rátok szégyent, emiatt ne is aggódj, szólt. Mire Laertész megörült, ezt mondta azonnal, mély nap ez, áldó Istenem, mély szép örömöm van, gyermekem és unokám a vitézségben vetekednek. Oldala mellé állt, s így szólt a bagoly szemű Pallas. Ó, Arkeisiadész, legjobbik drága barátom, most könyörögj a bagoly szemű lányhoz, most az atyához, s nyúlt árnyú gerejet tüstén csóválva hajítsd el. Szólt, s kebelébe hatalmas erőt fújt Pallas Athéné. Ő meg a nagy Zeus lányához küldötte fohászát, s nyúlt árnyú gerejét tüstén csóválva vetette, s Eupeitész ércarcú sisakját érte a tárda. És a sisak nem fogta föl, azt átverte az érchegy, döngve zuhant le a földre, csörömpölt rajta a fegyver. Estek elősoraiknak Odysseus és Delisarja, s őket kéthegyű dárdával karddal kaszabolták. Stán valamennyien elhullnak, s haza nem kerül egy sem, hogyha athénai pajstartó Zeus atya lánya meg nem szólal ekép, és vissza nem inti a népet. Jó Itaké beliek! Hagyjátok a háborúságot! Ezt a gonosz viadalt, vér nélkül jöjjön a döntés. Így szólt, és elfogta a sápat félelem őket.
Megrémültek azok, s kiröpült a kezükből a fegyver, minden a földre esett, hogy az istennő szava zendült, s vágyva az élet után, város fele futva futottak. Rettentő, trikkantva, sokat tűrt bajnok Odysseus, meggörbülve csapott le, miként magasan repülő sas. Ekkor azonban Zeus füstös villámmal ütött le éppen erős apjú nagy Pallas elé a mezőre, s most Odysseushoz szólt a bagoly szemű Pallas Athéné. Isteni sari, Laertiádész, leleményes Odysseus, már ne tovább. Szüntesd mérgét a közös viadalnak, meg ne neheszteljen rád Zeus, az a messzire dörgő, mondta Athéné. S ő így tett lelkében örömmel. És ezután szent békekötés szerzett a hadak közt Pallas Athénai, pajstartó Zeus atyalánya, s Mentoréhoz volt az alakja, s a hangja hasonló. Vége.